Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Morning Show! A Klassz FM-en. 6 óra múlt 9 perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Feri, hello Jani! Magyarország, ébresztő föl, hopp, munkára, mi? Iskolába, ja oda nem, nyaralásra, oda sem, nyaralásra fel. Nincs most ovitok? Nincs, nincs. Az utolsó hetünk, én imádom, mert jövünk, megyünk, de jövő héten már, ha minden igaz, azt hiszem, van ilyen ügyeletes ovi, és azt imádja, egyszer lehet gekkókat fogni, meg minden, de ott még ilyen, bemegyünk, kimegyünk, bent van, nincs bent, tehát az még de ilyen opcionális. De miért nem védekeznek a ledvesség ellen? Hogy? Az óvodában. Már gekkók is vannak. Már gekkók is vannak, azt imádja, az egy másik ovi, de ezen a héten van az utolsó hétszünet. És akkor jövő héttől már ilyen már előkészítő. És azt beszéltük pont, hogy az utolsó. Hogy nem évünk, mondjátok meg neki. Igen, nem mondjuk meg neki, hogy ez egy másik óvoda lesz. Az utolsó évünk, amikor ő még óvodai szünetem van, az mert jó. Jövőre már ugye hát kezdi az iskolát, vagyis akkor egy ilyen ovi iskolai szünet lesz, és utána jön a 3 hónap szünet otthon, tudod. Tehát, hogy keményedik a dolog, mert az ovi szünet nálunk csak 1,5 hónap. De az iskolai szünet. Hát az 2,5. Az 2,5. Na bizony. Most azért, akinek gyereke van, tudja, hogy jó, de nagy szakkör. Azért, hogy megold, ne unatkozzon. Nem lehetek most már végre iskolás. Nem, még 2 évig maradnod kell nagy csoportosként. Tudod, még egy picit rá kell készülni, az iskolán nagyon komoly dolog ám. Nem tudunk mit csinálni vele egy nyáron, gyerek. Apa, 21 éves vagyok, most már kicsit unatkozom az oldalba. Most már csak én vagyok ebben az egyetlen csoportban. Igen, bár az óvon én egyre jobban bejön, annyira unatkozom, lehet rámegyek. Szóval jövőre iskola. Jövőre iskola, úgyhogy hát majd erről beszélünk is, mert jó sok témát lehet csinálni az iskola előkészítől kezdve az iskolai rákészülésig. Mindenféle izgalmas dolog, korszakváltás. Így van, melyik osztályba menjünk, az A-ba hova vagy a menjen, B-be, az A az elit, vagy a B az elit, nem mindig az A-sok szoktak lenni az elit, húha. Igen, én voltam A-s is, gimnáziumban voltam B-s is, egyetemen már nem tudom, mi voltam. De hogy... Szerintem ott már nem volt ABC. Ott már nem volt ABC. Én úgy gondolom. Ott már nem tettek osztályba minket. Igen, más szerint szakosodtatok, csoportosodtatok. Igen, jaj, olyan jót álmodtam, képzeljétek el. Igen, most lepedőt kellett váltani. A két szőke megjött. Hát, nem, ilyen álmaim nem nagyon vannak, képzeljétek el. Nem tudom, nem. Hogy a francban nem? Nem tudom. Fáradt. Nagyon fáradt az ember, akkor nem emlékszik rá. Akkor is álmodik állítólag, vagy mindenki szinte minden este, csak reggelre nem. De nem álmodom, csak szőkékkel meg barnákkal. De nem. Tehát ilyen erotikus jellegű dolog, ami nincsen, de valószínűleg megélem a hétköznapokban, nem? Tehát azt álmodsz, amit nem élsz meg. Tehát ha sokat szexelsz álmodban, akkor talán kevés a szex az életedben, értem. Nem? Én nekem nincs. Én Forma 1-es pilóta voltam most. Az viszont az kevés az életemben. És képzeljétek el. Na. Amikor odaadták a Herendit a dobogó első hogy a rajtrácson álltam. Igen. Rajtam volt a bukós isak. Egy RTL-es szerkesztő beszélt a fülembe, azt nem egészen értem, hogy miért, szerintem az kicsit megmaradt így a... Igen, összemosodtak a dolgok. Összemosodtak, és már felvettem a bukós isakot, felvettem a magába kesztyűt. Már ez egy álomszerű pillanat. Rettenetesen álomszerű volt, tisztán emlékszem, nem tudom, hogy melyik csapat tagja voltam, de tudom, hogy ott voltak a többiek, és teljesen elfogadott volt, hogy én ott vagyok. Aha. Tehát nem volt az, hogy miért, hanem ilyen nagyon elfogadott volt. És annyi történt, hogy ugye, ha nem élsz meg valamit, akkor nem is tudod szerintem megálmodni. Amíg én nem repültem, addig csak gyerekkoromban egy csomószor álmodtam a repülésre. És hirtelen előtték a felvezető kört, és nem voltam fölöltözve. Nem volt rajtam a tűzálló ruha, nem volt rajtam a... Gatyában ültem? Gatya, elkezdtem gyorsan öltözni, és úgy, ahogy van, végignéztem, hogy elindul a futam, de mire az első kör lement, addigra Lada szamarák törték össze egymást. Na! És akkor jöttem rá, hogy nem az én futamomról maradtam le. És indult meg korán minden érkeztél. Előről. Korán érkezte. Nagyon beteg volt. Még csak egy felvezető futam újra volt. Felállhattam a rajtrácsra, újra elkezdtem beöltözni, addigra már megvolt a tűzállom, a fülesem, a kesztyű, meg minden, és ott megszólalt az óra. És sose tudom meg, hogy mi lett volna. És valami színre nem emlékszem magad körülről? Azt hiszem piros. Hát akkor a Ferrari. Azt hiszem piros. Hát, és tudod, amikor már majdnem ott vagy, már várod, és nem jött az az élmény, hogy beülök és ellövik velem a rajtot, és sose tudom meg, hogy mi lett volna. Megpróbáltam visszaaludni, megpróbáltam még egy kicsit ott úgy hemperegni, de nem jött már. Nem jött már többet. Hemperegni. Figyelj, és annyira élveztem, és olyan brutálisan jó volt. Az elején voltál? Az elején. Húha. Az elején voltam, és ha végig lettél volna, akkor... Hát, de ne, persze. Akkor Minardi.
Egy pár évvel ezelőtt. Igen, szóval, hogy át nagyon jó volt. Nagyon jó. A labdaszamarákat nem nagyon tudom, hogy hogy értek össze. Brutálisan összetörték egymást, és akkor nyugodtam meg, amikor láttam a kivetítőn. Ja, és a legjobb volt, hogy volt egy ilyen, egy olyan pilótáknak elkerített rész, ahol ültek civilek, akik drukkoltak a pilótáknak, oda bementem, már rajtam volt a bukós is, amikor a második futamon derülték, és magas térdemelésben bemelegített. És megtanultam a fejemet bukós is. És magas térdemeléssel ugrabugráltam, és utána már viszont a rajtam. És a nézők között melegített? Nem, a nézők látták, ott ilyen civilek családtagok ültek valami szobában, és oda bementem kicsit így menőzni, és így magas térdemelésben ugrabugrálni. Lepacsiztál Hamilton apukájával, és tudod, hogy ott ugrabugráltam, mint egy hülye, így magas térdemelésben, és elismerően néztek, hogy aha, meleg a profi, rákészül a futamra. Annyira menő, annyira jó volt. Miért nyomtam magas térdemelést, nem tudom. És utána fölébredtem. De a kocsiba beültél még? Nem jutottam. Mire a második futam indult volna, addig már fölébredtem. A labdaszamarák meg a hülyére törték egymást. Tudod, az az ijegység, amikor úgy érzed, hogy itt a nagy lehetőség, és ellövik a futamot nélkül. Hát vagy arról van szó, hogy ekkora fort adtál nekik. Értem. menjetek csak, lúzerek. Én addig még feltöszlök szépen, lassan megiszom, akár utána bemelegítek magas térdeveléssel. Igen, és akkor majd utánatok eredek, de még így is győzni fogok, mert ti mind lúzerek futottak, még hatok, hogy aludj vissza. Már nem most, hanem majd próbáld meg este, ma este tovább álmodni. Na, az kellett volna. Volt már ilyen, nem? Hogy tovább tudtad elmondani valamit? Volt, hogy visszaaludtam és tovább aludtam. Vagy nézzél meg egy összefoglalót a Hungaroringről, a hétvégi futamról, és akkor hát, ha az beránt majd. Hát, ha visszajön. De nem, szóval az nem jó, mert nem indulnak labdaszamarák. Tehát, hogy neki olyan dolgokat kell nézegetnie lefekvés előtt, meg olyan dolgokat kell foglalkoznia, így van. De már nem régi. A labdába akar visszaülni, most már ő az F1-be akar visszaülni, érted? A piros Ferrari-ba. Na jó, de az valójában nem történt meg. Tehát azokat a dolgokat kell újraélnie, amik megvoltak az álmában. Tehát, mit tudom én, összetört labdaszamará? Esti reggeli torna, vagy ilyen esti, mindenki hívták annak idén. Esti torna. De igen, de várjál, de mi volt a neve? TV-torna. Mindenki, vagy... TV-torna. Mindenki fitten, fiatalabb lesz. Igen. Akarosz égből TV-torna. Nem, önök is elkezdte, vagy valami ilyesmi volt. Az csak a zenében volt. Csak az énekben volt, igen. Na, azt kellene nézned. A YouTube-on és labdaszamarákat, ez a kettő. Na, hát félek, hogy ez elment ez a hajó, nem fog visszajönni, de tudod, amikor ott vagy, tudod magadról, hogy pilóta vagy, tudod magadról, hogy mindjárt beülsz, és az egész annyira menő volt, hogy egyszerűen megőrültem saját magamtól, hogy még álmomban is hogy lehetek. Tehát, hogy ez hogy van, hogy ott is éreztem, hogy nagyon-nagyon mennék, és mindjárt beülök az autóba. És de aztán... így érzed, hogy jó is vagy, ugye? Én tudtam, és már beszéltek a fülemre, és szólt a füles, és vettem a tűzálló maszkot, és ezt az egészben nem lett semmi. Fotózkodtam a sarkakatával, kérdezi Laci. Magamhoz szúztam a sarkakatát. Nem, gyerekek, se bőrnyek lesz, se sarkakata nem volt. Nem volt ott. Na most, ha ma reggelre a sarkakata kiposztolná ezt a fotódat, igen. Hogy ott állsz mellette tűzálló. Akkor ez viszont megtörtént. Halombatör, ladaszamarák, és én, mint Forma 1-es pilóta, ott állok a izével. Idősebbek is elkezdhetik, ez volt a régi. Igen, idősebbek is elkezdhetik, ez volt magának a dalszövegem. Úgyhogy, hát megint visszatértek az erősebb álmaim, úgy látszik, hogy most újra tudok álmodni. Úgyhogy ez volt, hát mély csalódással ébredtem ma reggel. Nem volt. Tudod, ez amikor jól indul valami, és aztán nem lesz. Nem lesz igazán jó. Nektek semmilyen álom? Nem volt hát most? De nekem egy vak kislány bíbelődött a melegítő nadrágomon. Na! De mi se értünk célba. Ez két nappal ezelőtti álmom. Ó, ez is tetszik. De hogy le akarta venni, vagy föl, vagy megkötni a... Nem akarok nagyon belemenni a konkrétumokba, nekem szoktak lenni olyan álmaim, amik mostanában elmaradnak már Balázsnak, valamilyen okból kifolyólag. Én nem labdaszamarákkal álmodom, én most konkrétan egy vak kislányjal álmodtam. Neked a labdaszamara már megvolt, hát így most minek álmodd azt? Neked a labdaszamara a Riviera, vagy a vak kislány a Riviera. És a munkákodott rajta? Igen, de nem lett olyan értelemben jó vége a dolognak. Nem lett legény volt? Igen, legény volt és leány pecsét. Nem lett legény volt és a pecsét? Hát igen. Igen, én nem tudom, ezek valahogy engem elkerülnek. Így nincsenek ilyen típusú álmaim. Ezek pedig lehet, hát más dolgok foglalkoztatnak. Igen, az se rossz, van, aki arra is gerjed. Igen, hagyj mindig jövök már egy labdaszamara versenyen, valaki hívjon már meg, hogy elmessek. Szóval egy vak kislány matatott a slitzernél. Igen, nem, melegítő nadrág volt. Ja, melegítő nadrág. Nem volt rajta a slitz, igen, hát kötős lehet, volt. Hát ezért nem ért akkor. Kötős volt túl, szerintem az volt a baj, hogy kettőre kötöttem. Igen.
Futásból jöttél, vagy? Nem. Semmi sport, tehát csak ott semmi sport, csak a szokásos melegítő nadrág. Biztos kocsimosáshoz készültem, vagy valami. És honnan tudtad, hogy Vak mondta, vagy láttad rajta? Nem, vagy látszott, igen. Vagy térdembert a botjával, vagy honnan tudod? Nem, nem csinálunk belőle honlapra címlapra szerintem. Nem, csak kérdezem, hát ez egy álom. Nem, hát nem, ez semmi, nem látszott rajta. Vagy pedig azért volt lecsukva a szemem, mert nem akart szembesülni a látványa. Igen. Vagy meglepít, ki akar tehát csomagolni, tényleg, és akkor valamilyen, kinyitni. Tudod, és mondogat, hogy add uram, hogy túl legyek rajta. Lehet, hogy csak azért volt csukva a szemem. Van olyan, amikor nem tudod, hogy miért, de meggyőződésed, hogy ő mondjuk például ő vak. Nem tudom miért, nekem az volt az érzésem, hogy ő vak. Aha. Vagy tényleg csak szemérmes hát, volt. Ja, Isten, hozzá se nézek. Hallottam már a rádió műsor, nem merem kiindni a szemem. Istenem, hallottam, mindig mondtad neki, hogy mosd meg a lábadat, és Janika, az nem a lábam. megfogta, inkább kinyitom a szemem. Istenem, de tényleg. Na mindegy, szóval hát igen, ki mit álmodik, ugye? Kinek milyen elfojtott vágyai vannak? Ez azt mondja a Freud is, hogy mindenki a tudatalattidból az jön elő, amit nem élsz meg, ami nincs meg, ami kevés. Hát ezt még nem éltem meg, az biztos. Ha sok a szexuális erotikus álom, akkor azt mondja, ott a Forma 1, akkor azt mondja, valami ilyesmi, valami. Hogy úgy szeretnéd, hogy úgy nem tudom, hogy pilóta legyél, vagy mit tudom én. Sokat szexelsz, akkor az lehet, hogy abból kell egy kicsit többet. Tehát valami csak ledob az agyad álom hát, közben, nem? Jó, most nem biztos, hogy pilóta akartál lenni. A magast érdemelés, hogy kell szerintem, ebben az esetben koncentrál. És egy bukósicsok, ami rám ment, tudod. Hát, tehát, hogy az egész egy fejlődő frusztrációból indult, hogy végre fogtam egy bukósicsot, és magamra húztam, és jó volt a tűzállós is, és jó volt minden egyébként. Lehet, hogy nekem itt jött ki. Egy jó magast érdemelés. Annyit bántottak a fejem miatt gyerekkoromban, hogy lehet, hogy itt jött ki. Na jól van, nézzük gyorsan, mit írnak hallgatóink így kora reggel, aztán mutatjuk a tegnapi nap legjobb részét. M0-áson köd van a keleti részem, aztán azt mondja, hogy Bani mondta már, hogy ne szipkázz lefekvés előtt, Szacsi küldte nekünk. Én voltam Sebastian Balázs. Ha, igen. Tényleg nem lakozták a parkettát véletlenül. Az álmod, észteres cucc. Az álmod jelentése, Bali, hogy olasz autóra vágysz. Így is van, ami ugye Bali küldte nekünk a hangollal. Igen, már viszont szervizben van gyereket, úgyhogy ma diagnosztikával és ma felmérik minden rendben. Pedig írtak egy csomóan egyébként, hogy nagyon a francba is vegyél rendeset. Így van. Nagyon drágák voltak, részecske, szűrő, gyorsító, tisztító ajánlottak, szakszervizet, utángyártottat, minden jött. Másnapra úgy, kiszerelik neked valahonnan, csak meg kell várni, még besötétedik. Igen. Úgyhogy aranyosak voltak tegnap a hallgatók, igen. Balázs, te már meg vagy a kormányprogrammal, mertél nagyot álmodni. Írja. Valaki, igen. Jani, a vakislány a pénzt keres, amit a döglött papagáért adott neked. Egy parkettás. Ugye ez a Dumb and Dumberben van, amikor Peti eladta Dumb Petinek a levágott fejű papagáit. Na, mutatjuk a tegnapi nap legjobb pillanatait gyorsan, egy röpke ismétlés elejéig nem tart sokáig, nem fájdalmas, nem fog fájni. Ugye ez az a pillanat, amikor ráébredtünk arra, hogy a Herta elvette tőlünk Dárdai Pált. Elvette tőlünk gazmódon Dárdai Pált, az emelezve most mindenki vakarja a fejét, és szerettük volna megfejteni, hogy miért nem hagyott bennünket a Herta. Végkén egyet, hogy van az, hogy végre valami? Hát nem is tudom. Mert irigyek. Siker széria felé kacsingatott a magyar válogatott, erre megint áthúztak bennünket egy tolvonással, és a Herta visszavette Dárdai Pált, mi pedig azt akarjuk, hogy a Herta adja vissza Dárdai Pált. Egy nem? Nemzeti válogatottnak szüksége van rá, érted? Most egy végre valami fény. Ennyi. Ez ilyenek, érek mostanában lévetek. Mindenre irigyek itt, ami így történik. Bizony. És megfejtelezik. Működnek a dolgok. Vagy mi? Igen, működnek a dolgok. Féltékenyek voltak, és visszahívták Dárdai Palit. Úgyhogy erről beszélgettünk tegnap reggel, és ezt most gyorsan megmutatjuk. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Morning Show. 2:00 pontosan, 6:30, erről beszélgettünk ugye tegnap reggel, megfejtettük, hogy miért nem adja vissza a Hertát, vagy a Herta Dárdai Pált, de hát nyilván benne volt ez a szerződésben, ugye erről beszéltünk tegnap, hogy ez inkább csak az MLS-nek lehet fura, akik most ugye hát már megtalálták az utódot, de hát benne volt ez, hogy Palit visszahívják. Majd kér a Pali fizetés nélküli szabadságot erre a kis időszakra, aztán annyi nyert. Nem? 4 meccset most. Hát most nem érted. Vagy pedig távkapcsolat. De titkos. Nézi a tévéből, és majd hívják, ide telefonálgat. Vagy Facebookon, Messenger. Hát mondd azt, hogy meccs alatt Skype-on. Így van. A kis paddal. Ennyi az egész. Nem? Uh-huh. Az lehet egyébként. Na. Hogy állunk játéka? Elég jó. Nulla. Jó? Uh-huh. 1-0-ra vezetünk. Uh-huh. Hát ennél jobb nem lehet.
Ja, tegnap volt ez a nagyon-nagyon lelkes játékos, aki 4 másodperc alatt azonnal mondta a tiltott szót. Lehetne 2-0 is, de az már gyanús lenne. Az gyanús lenne, igen. Az, kedden az nagyon gyanús a 2-0. Jól van, oké, akkor várjuk az SMS-eket, aki játszana. Nyugodtan írjatok nekünk, jó? Hogy kivel játszanátok, mit játszanátok, illetve hogy mit, azt is megírhatjátok, de nem baj, a fekete-fehér igen-nemet. Tehát az a legjobb. Abban tudunk segíteni. Jó. A más az... Egy kis vörös pecsény, egy kis pötank, amit akartok, de mi most speciál csak fekete-fehér igen-nemet szólhatunk. Igen, abban jók vagyunk, úgyhogy jelentkezzetek a játékra. Mi pedig jövünk, Ákos, hírei után. Hölgyeim és uraim, ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:47 múlt, pontosan 3 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, és nézzük gyorsan az SMS-eket, egy jó kis Nickelback. Van, a Kanada huligán szóta. M1-es 116-117-es kilométer szelvény a határ felé, kamion az árokban, torlódást még nem okoz, Bala küldte nekünk, aztán M5-ös 140-es kilométernél Szegedig hatalmas köd, mindenki óvatosan menjen, M3-as Nyíregyháza felé 60-tól nagy köd, amúgy jól járható, de azért óvatosan, hát akkor megvagyunk, M1-es, M5-ös, M3-as, már csak a 7-es kell valami. Hát ha megúszszak. Nincs korlátozás az M3-as autópályán, ezt Feri küldte nekünk, kamion az árokban az M1-es, aragonai pihenő után Bécs irányában, és a 204-es kilométernél Budapest irányában az M3-ason szintén van egy trafi, úgyhogy ott is mindenki menjen lassan. Jocó küldte nekünk, Jocó. Köszi. Hello, igen, többen írják, hogy az M3-as tiszta, semmi nyom a balesetnek. Mondtunk ilyet, hogy Ákos mondott, hogy valaki elküldött esetleg valamilyen balesetes hírt, nem tudom. Mert többen írják, hogy nincs semmi, tehát feltételezem, hogy valami elhangzott. Valami elhangzott? Ákos volt? Nem tudjuk meg, minden esetre lehet menni. Viszont a 204-esnél van egy trafi, úgyhogy ott vigyázzatok, ez az M3-ason van. Ja, és a BKK-nak a Facebook oldalán fönn van, hogy azok, akik a 3-as villamos szeretnék most már teljes vonalán használni, azok ma reggeltől megtehetik, mert újra teljes vonalon közlekedik. Ez mi? A 3-as villamos. Ja. Ilyen karbantartási munkálatok voltak, és mostanában végre újra megint zögykölődhetnek teljes vonalon. Teljes vonalon zögykölődik a 3-as villamos. Ez jó, ez mindenképpen jó hír. Hol jár Álmos villamos? Azt mondja, hogy a Gubacsi út határút között. Gubacsi út határ, akkor azért nem ismertem azt a részt, hogy kevésbé. Kevésbé ismerem. Na, hát nézzük meg, kivel játszunk ma reggel. Ám legyen. Hozzá, jó? Benne vagytok? Baromi jó ötlet, megnézzük. Ki vagyok éhezve, egy jó kis fekete fehér igen. Na, megnézzük, ki a ma reggeli játékosunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggelt! Halló, jó reggelt! Sziasztok, fiúk! Ó, hello, Magdi! Jó reggelt! Hello. Honnan hívtál minket, Magdi? Hát most Taksonyban dolgozom éppen, és gondoltam, hogy téged meg szeretnélek nagyon verni. Az jó, és hogy jön ez most ide? Igen, tehát ez jó, de kivel akarsz játszani? Hát de... Feles, egyértelmű. Értem, persze, csak humorizálunk. Tudod, mindig egy kicsit próbálunk humorizálni. Miért van ilyen érces hangod, vagy ilyen kis érdes? Érdes és érdes. Izgulok, mert itt teljesen más az érzés. Más. Dohányzol egyébként? Olyan jó, öblös hangod van. Nem dohányzol. Csak a jég kockák. Igen. És mit csinálsz ott Taksonyban? Hát egy robotgyártó cégnél dolgozom, raktárban. Milyen cég? Robotgyártó cég. A robotokat robotok gyártják, vagy emberek? A robotokat emberek. Aha. És akkor ott tehát ilyen robot... Tehát a vezérlőszekrényét rakják itt össze. Ja, azt mondja, robotfejek, meg robotkezek, meg robotkarok vannak ilyen dobozokban, és azokat olyanok pakolod. Olyanok is vannak, igen, olyanok is vannak, de hát azoknak az alkatrészeit. Mm-hmm. Néha rád néz a robot, pislog egyet. Anya! Mindvégig velünk volt. Bishop mondta a bolygó neve halál, vagy az Alien 3-ban, igen. Kivel szeretné játszani? Biztos, hogy velem, Magda, mert ugye mondtad, Balázs. De nem tudlak erről lebeszélni. Nem. Hát jó. Hát ha nem. Nézd, hát te ilyen vagy, hogy ezt ma reggel így eldöntötted. Hát, jó, de aztán... Nézd, bántsam a másik két fiút. Ők olyan aranyosak. Jaj, de kedves vagy, köszönjük. Szóval rám utazol, úgy érzem, hogy ez egy személyes harc lesz. Igen. Kipécéztél magadnak, úgy érzem. Jó. Hát mivel még nem játszottam, és most már egy ideje az úgy próbálkozom, tehát most... Kivel, gyerekekkel vagy kivel? Kivel? Nem próbálkozok hívni, mert egy ideje már úgy olyan dolgokat posztizol, ami nekem úgy szívügyem.
Figyelj, itt egy nagyon nagy vérengzés lesz. Na megnézzük, mi a szívügyed. Nézzük meg, kíváncsi. Most már tényleg kíváncsivá tettél, hogy miről akarsz beszélgetni. Mehetünk? Mehetünk. Na, Jani? 3, 2, 1, fire. Magdi, itt vagyok, figyelek. Szeretnék kérdezni, gondolom nagyon, én. Nagyon cikizette a kézilabdát és a kerékpározást. Szeretném megkérdezni, egyáltalán tisztában vagy vele, milyen színűben játszik a magyar válogatott? Hogy érted, milyen színűben? Kézilabdában. Kézilabdában? Mondjuk. Hát biztos az adott klub színében. Magyar válogatott az adott klub színében, az érdekes lenne. Keveset nézek kézilabdán. Hát biztos akkor nemzeti színekben. Hát nemzet, de mi a nemzeti szín? Hát, ez egy jó kérdés. Te nézel biciklit? Nem, kerék. Ott is a vége. Így is van. Jó, hát erre nem lehet mondani. Te nézel biciklit? Nézel biciklit, ugye? Na, tessék. Hallod, franciáj. Nézel zangát. Nézel biciklit. Úgy van, úgy kell. Jó estét, kívánok, üdvözlöm a Jurasport. Nézzel itt. Ez nem jött össze. Bicikli versenyt fogunk látni a következő. Olaszországból nagy kör bicikli verseny. Nézzük, kiviszi. A sárga pólót, bicikli, van, így van. Velük, Miguel van, indul egy híres biciklicő. De arra számítottad, kimondom, hogy piros, fehér, zöld? Vagy ezért kérdeztem? Hát, fehér, utána teniszre szerettem volna egy kicsit rátérni, de hát ezt bemuktam. Hát igen, igen. Hát. És a teniszsel kapcsolatban mit kérdeztél volna? Hát elmondtam, hogy hülye vagyok hozzá, mi ez a 15 semmi, meg ilyenek, de hát... Jó, látod, ha biciklizésről van szó, akkor Balázs nem lehet a sarokba szorítani. Kézilabdás biciklizés. Tehát gyakorolhatnál, mindig csak ígérgeti. Nem, tényleg nem, kevés dolgot tudok annyira, mint egy Tour de France közvetítés. Tehát, hogy az nem, van. Nem, hát, olyan hát, szép, jó a világban ki lehet üldözni, mikor 3 órán keresztül tekernek, és nem történik semmi, csak 30 ember ilyen bolyban teker. Hát az a halálom. Tehát ez készüljük tőle. De egyszer a Balcsit azért úgy körbe tekerhetnéd, mert tettél egyszer említést, akkor azt hiszem éppen kerékpár hiányba szenvedtél. Azóta sikerült már szereznem kerékpárt. De még mindig a garázsban. Néha megyünk a gyerekkel, most tök jót bringáztunk a szabadságunk alatt, de... Hát a Balcsi körbetekeréséhez azért kicsit több kell. 208 kilométer, 210. Menjen, akinek 240, meg lehet csinálni, én reggel 8-tól szoktam ilyen hajnal 1-2-re élek vissza világosra. És egy nap alatt körbe mész, tényleg? Igen, hát van ez a Spirit of Balaton, az a neve is azon. Körbe lehet menni, egy 24 órás túra. És rendes bringa út végig? Igen. Mert azt hallom, hogy az északi parton még azért nem teljesen. Nem erős. Hát, nem erős a dolog. Ilyen, szóval azért lehetne javítani ott rajta. Ott még lőnek az ember a csőszök. Igen. Van bringa út, csak kikemeled a főútra. Egyébként úgy menni, persze, csak egy kicsit főúton mész. Na hát Magdi, örülünk, hogy ilyen sportos vagy. Ez jó, hogy te letekered, nem tudom, hány naponta teszed meg ezt a túrát, vagy mikor? Egy évben egyszer, azt hittem, hogy egy heten tetszik, fölkerekedsz, mész egy karikát a Balaton körül. Hát az biztos gyönyörű egyébként, főleg az északi part szerintem, nem? Igen, nagyon szép tényleg. Az egy jó kis túra lehet. Igen. Na jó van, oké. Okay. Puszi. Na, hello, köszönöm. Ciao, köszi, hello. Nagy ennyi, és egy újabb dolog dölt meg, kedden is tudsz nyerni. Zsófi írja, hogy ne játsz, mert kedd van, veszíteni fogsz. A keddi hát szabadságunk előtt a keddi játékaid azok mind veszt, és tessék, visszajöttünk. Mi van, paf? Valaki még ezt a statisztikát ennyi is tartja, hogy a keddi játékaim azok nem mennek? Azok nem voltak erősek. Szerintem megdöbbennénk, hogyha tudnánk, hogy így egy hallgatónak mi van otthon a szekrényében rólunk. Milyen statisztikákat vezet, mit követ, mit ír. Zsófi, drága vagy, köszi, hát én ezt nem tudtam, hogy a kedden átokolt, vagy nem emlékeztem rá, de akkor megdőlni. Látszik a keddi játok, gyerekek, jó van. Akkor 2-0. Na most hova még? Most még mi? Ennyi. Hát kérem szépen, jövő héten vagy mi van? Holnap már kell még játszani? Ja, kell. Talán esetleg. Utána már csütörtök péntekre. Meg vagyunk. Na nézzük, van-e még friss közlekedés, jó? Azt mondja, hogy ma is nagyon örülök, hogy újra itt vagytok. Olyan jó. Ugye csak poén volt, hogy jövő héttől 2 hét Szabi. Nem, abszolút nem. Készüljetek. Azt mondja, hogy Balázs, ne játsz, kedden veszíteni fog Zsófi. Igen, azóta már elküldte, hogy megtört az átok. Köszönjük szépen. Aztán a Helsinki úton a felüljáróról az autósok Schumachernek képzelik magukat, 200-an jönnek lefelé, 30 éve, kamera nincs, rendőr nincs, a lámpa sem állítja meg őket, ez Gesz küldte nekünk, úgyhogy ott is mindenki. Vigyázzon, M1-e 116-116-es kilométer szelvény határ felé, kamion az árokban torlódást még nem okoz, ezt pedig Bala küldte nekünk. Azért Bala merővi a fél Balaton? Aha, igen.
Na, jövünk vissza majd a hírek után, és arról beszélgetünk, hogy hogy ragadt fönt egy kislány a vonaton. Ugye talán mindenki olvasta már ezt a hírt, hogy egy édesanyja két saját gyerekkel és keresztlányával próbálta felküzdeni magát a szerelvényre. Felpakolta az egyik kislányt, aztán próbálta felszuszakolni a babakocsit is. A vonat nem vár, elindul hát felkiáltással. Ugye a MÁV sóhajtott egyet, a kalauz beleröffentett egyet a sípjába. És hadd szóljon. Felengedte a zöld palacsintát. A vonat elindult. És a szív majdnem megszakadt. A szív majdnem megszakadt. A döbbenetes az egyébként, hogy egy pali ezt végignézte, autóba beült, a következő állomáson elévágott a vonatnak, leszedte a gyereket, és hát visszavitte. Most visszavitte. Tehát az egész sztori egyébként happy end, önmagában megdöbbentő, hogy a MÁV pedig azt mondja, hogy hát ők nem tartják magukat hibásnak. Tehát még csak annyit sem mondtak, hogy valószínűleg nem mi vagyunk a hibásak, de ha mégis elnézést. Mert a szabályoknak megfelelően indította el. De mi órára megy a MÁV? Mióta fontos a pontosság? Hát igen, jogos, meg hogy nem tűnt fel nekik, hogy nem csak elköszönni jöttek ki az állomásra a 7 éves kislánytól, azt hanem gondolod, ők is felszállnának, és aha, felemeli, hogy a gyerek is tudjon köszönni, hogy még utoljára lássák a legkisebbet. Na, úgyhogy erről beszélünk majd, és próbáljuk azt a férfit esetleg megtalálni, aki segített visszavinni a gyereket, és hősként viselkedett, úgyhogy jövünk ezzel. Ákos, híre jutam! És most folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 7 óra múlt 9 perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, és folytatjuk. Kedreggel van, jön a jó idő, napról napra egyre melegebb lesz, még néhány helyen köd van, tudjuk, látjuk, nem mindenhol süt a nap, most már nálunk se egyébként, ma még borongósabb idő lesz, és aztán szépen lassan újra majd jön vissza a nyár, kicsit lehűltek a lakások, lehűltek a házak, lehet újra nyugodtan aludni. Pihen kicsit az ország, nem? Azért az elmúlt másfél hónapban volt igénybevétel, és utána jön a hétvégére újra a kánikula. Így van, aztán jövő héten megint az eső. Nem. Olyan szép nyarunk volt, tök jó, az augusztus még majd odapirít egy két heted. Mondom, amikor a sziget jön ilyen augusztus közepe, akkor még szokott lenni ilyen kéthetes nagy hőhullám, és akkor utána már szépen csendesedik. Csendesedik a dolog. Én már láttam december 10-i koncertet megint az arénában, most valaki másnak. Nem Havasi, most Karamell talán, úgyhogy gyerekem, én minden pillanatban érzem, hogy jön a karácsony, és ajándékot kell vennem, és csomagolnom, és fát állítani. Lassan december 10-én Karamell koncert. Nekem ez a fajta tudatosság, meg az, hogy mondjuk az előadók is gondolnak a tudatosan élő emberekre, akiknél ugye minden forintnak helye van, ez nagyon szín. Ez tetszik, igen. Legalább előre be tudod táblázni. Miért? Miért hirdetek ilyen korán? Elfogynak az óriás plakát helyek később. Igen. Elfogy az emberek pénze, ha Havasit veszel, Demient veszel, szokásos évi fegyveri koncertedet veszed meg, és még elmész az újévi Mága Zoli koncertre, és akkor már nem maradt Karamellre, tehát itt elindult egy ilyen melyik jegyet veszed meg előbb annak a koncertjére mész el, mert az ember nem tud minden koncertre elmenni, hát az sok 10 000 forintba kerül. A Havasi menedzsment aggódva figyeli, hogy a kormány hány plakáthelyet foglal le mostanában, és ezért. Illetve a két farkú kutya plakátot indít, hol marad még szabad hely. Hallod, nekünk nem marad egy darab se, hallod. De akkor miért nem csinálják azt, hogy fönt hagyják a Havasi plakátot, és csak mindig áthúzzák az évszámot? Megvannak majd a december 26, és csak 2017. Tehát Havasinak úgyis minden évben ugyanolyan a haja, úgyis minden évben az Experidence-el lép. Hát vagy miért nem javítják ki a plakátokat? 2018, 2019. Ennyi. És ha hosszú távon bérled, akkor olcsóbb is. Ennyi. Bebérled, és már lement a koncert 28-án, 2016. december 28, Havasi koncert, vegye meg a jegyen, Experidence a fellépő. Hát nagyjából minden évben ez történik, Havasi meg ott van ilyen őszbe boruló hajjal. Tehát, hogy... Nem értem, meg kell leszedni és visszatenni. Micsoda pazarlás, nem? Vágják ki az évszámot, és tegyenek föl egy újat, és megvagyunk. Hát vagy más plakátokba is nyugodtan javítsanak bele. Ha Magyarországra jössz, nevedd meg a magyarok elől a Havasi koncertjegyeket. Ennyi, tegyék össze a kettőt. Egy csomót lehet vele spórolni. Szerintem tök környezet tudatos. Sok pénzkidobás ez, hogy itt minden évben lekerülnek januárban a Havasi plakátok, és utána már februárban újra fölkerülnek. Hát tessék fönt hagyni a Havasi plakátot. Na jó, várj, nem jó. Mert évről évre más a frizurája. Azért. Igen, de úgy látod, mert én nem én ezt nem látom. Tehát konkrétan nem hosszabb, minden. Nekem úgy tűnik, hogy nő. Hát akkor valaki fölmegy graficeruzával, kicsit meghosszabbítja, úgy kicsit őszes most. Napkirályos ilyen fürtöket itt berajzol. Egyszer megcsinálták, aztán
Akkor az apám azt egyszer belőtték 2010-ben. Akkor annyi műgyalta került rá, hogy azóta se? Bematitották, mint Rákai Filip. Bematították, belakozták, és azóta az, az úgy áll napsütésben, esőben. Jó lett? Párizsban, jó Londonban. Lett? Tetszik? Az... Jó lett? Jó. Na, szok meg, 15 évig így maradt. Az úgy maradt, igen. Na, egy kicsit szeretnék valakinek segíteni. Rakoncai Viktorról van szó, mert hogy... egészen megható a dolog. Nem és talál egy hangot az onkon. Igen. A D mellett van a C. Azt fog le. Nem, szegény annyira komoly bajban van, és szoktunk együtt játszani, teniszezni, és írt nekem SMS-t, és... Azt hittem zongoráz négy kezet. Hát néha átmegy. Nem is nagyon szokott szívességet kérni. Most se tenni meg, de hogy... Na várj, egy kicsit komolyra fordulok. Tegnap ellopták a táskáját a kocsiából. És benne volt a laptop, meg az összes papír, de hogy igazából nem is az értékéről van szó, mert hogy egy baromi drága laptop, hanem az összes családi felvétel a gyerekről. Az elmúlt években, ami pótolhatatlan. És ez 14 óra 10 körül volt az Andrássy út 42 előtt. Én nem hiszek abban, hogy ez általában meg lehet. De bemondjuk, hogy hát ha a hátsó ülésen hagyta ő egyébként egy Lexusban a laptopját, rányomott a riasztóra, ő azt írja, csak valószínű, hogy amikor ő rányomott, ugye már meg tudják bingizni ezeket a riasztókat, tehát rá tudsz úgy nyomni, hogy közben leszedi a kódot, leszedi a kódot, a frekit, és ő ki tudja nyitni, ezért ugye ugrókódosok a riasztók, hogyha azt ott abban a pillanatban nem tudod leolvasni, akkor a következőre ő más jelet küld, aha, és akkor azt újra kell megfogni, vagy újra, hogy ne tud kinyitni. Na mindegy, szürke táska, benne volt egy MacBook, és neki a 2250 az értéke, de hogy ő visszavásárolná ezt egyébként akár 500.000 forintért is, hogy ha valaki látta, megtalálja, vagy esetleg azt mondja, hogy neki ez megéri, és nem kidobja, vagy felteszi, nem tudom, a baterára, és adja el 200.000-ért, akkor ő ezt visszavásárolná 500.000 forintért, hát ha ez motiváló lehet. Egyébként az lehet, az összes családi fotó, gyerekről képek, hát olyan személyes... Ez a legszörnyűbb, és ezt nem is tudom, hova tudod menteni, ugye mindig mondják, hogy még a gépedről is szed le egy CD-re, és akkor azt tedd el valahova. Tehát az ember talán ennyire nem óvatos. Úgyhogy, ha valaki látja, hallotta, ott van nála, akkor jelentkezzen már, hát ez 10-ből 10-szer senki nem jelentkezik soha. De hát ezért érdemes egyébként legalább két helyen tárolni ezeket a fotókat. Én nem vagyok túl bölcs, de én például ezt csinálom. Hát egy külső Winchester, amit otthon tartasz, most már lehet kapni ilyen nagyon, tehát hogy nem is ezt a beszerelhetőt, hanem tényleg ilyen külső kemény házasat. Igen, én rettegek az ilyen esetektől, hogy eltűnik gyakorlatilag így érteni egy hussi 10 év vagy 15 év. De te az asztali gépedet nem szoktad elhordani otthon. Viszonylag ritkán viszem magammal, és teszem utána a kocsinak. Az asztali gép azért rossz, mert a betörésnél viszont ugye hát azt viszik el, tehát hogy igazából tényleg egy CD a legjobb valahol, és akkor kiírod. Na mindegy, ha valaki látta, akkor segítsetek, jó, hogy fekete Lexus 14-10 körül Andrássy út, 42 elől a hátsó ülésről elvitték ezt a kis laptopot, és hát ha meg lesz, visszavásárolnak. És akkor nekünk írjanak ide SMS-t, aztán majd összehozunk őket. Akár ide, mi nem adjuk ki a számot, meg nem jelentünk semmit senkinek, csak hát ha tud valaki valamit. Jó? Na, nézzük gyorsan az SMS-eket, mit írnak a hallgatóink. Azt mondja, hogy milyen kánikuláról beszéltek, 27-30 fok, 27-31 fok, ezt írják hétvégére. Szombat estétől újra jönnek az ivatarok. 31 fok az még nem kánikula? Hát az nem. Manapság már nem. 35 fölött. Az nem. 35 fölött ki. December 27, Cosmix 20 éves jubileumi koncert. Jó reggelt, Lala. Nem mondod. De szerintem nem tavaly volt, az idén lesz, vagy most megint van jubileumi koncert? Minden évben tartanak egy jubileumit, mert ez a hívó szó. M7-es hattyú az elválasztósában a 134-es körül, ott is mindenki vigyázzon. Na most tényleg együtt nem lehet bármit jubileuminek nevezni? Érted? Minden csak egyszer van. Egyébként igen, mi összeállnánk és nyomnánk egy koncertet, jubileumi búcsú koncert. Hát nem, minden évben. Egyszer vagy csak 15 éves, 16 éves, 17 éves. Igen, egyszer vége a Morning Show-nak nyomunk valami nagy koncert. Jó. Majd jól összeállunk, és valamit kitalálunk. Neked adunk egy fuvolát, egy szájharmonikát, vagy valami. Ja, igen, te meggyőzt a trioládba. Hát, jövök a triolámmal, aztán valamit nyomunk. Feri meg szólózik. Meg megpróbál neki futni annak a rohadt Final Countdown. Akusztikus gitárral kísérlek benneteket. Tényleg. Egy jó kis doboz gitárral. Igen. Na! Mávozzunk egy kicsit, mert az eset önmagában érdekes, és nem is nagyon tudom elképzelni, hogy mit csinált rosszul ez a hölgy. A MÁV reakciója szerintem egyébként megint felháborító. Ugye, ha valaki nem tudná, miről van szó, a vonaton ragadt tegnap egy kislány, amikor három gyerekkel, tegnap előtt, mindegy, most kapták fel a hírt, két saját gyerekkel és keresztlányával próbálta felküzdeni magát a szerelvényre. Történt
az eset, ugye úgy történt az eset, hogy az anyuka felpakolta az első számú kislányt, aztán ugye értelemszerűen egyébként teljesen logikus módon megpróbálta felrakni a babakocsit. Tehát a sorrend jó, de mindjárt átveszünk, hogy lehetett volna máshogy csinálni. És miután felpakolta a kislányt, a babakocsit ő megpróbálta feltenni. A vasutas, én nem utazom mávval ez egyébként, hogy van, hogy ő zöld lámpát kapjon a vasutas a palacsintával, és mutatja. A jegykezelő ember, igen? Ahogy beérkezik a szerelvény az állomásra, leszáll a vonatról, tehát kinyitják az ajtókat, leszáll. Leszáll a tömeg, felszáll a tömeg, ő végignéz, vagy az elejéről, vagy a végéről a kocsi sornak, végignéz, és amikor látja, hogy már nincs mozgás, palacsinta föl. Még mindig ez a palacsintás rendszer van. Fütyülés, ezt meghallja a masinista bácsi, és elindulnak. Analóg srác. Mindenki nem állhat a hátulére, és állnak már fel! Körülbelül, igen. Igen, így? Óriási gyerekek. Hát ez egy analóg rendszer, de szeretjük. És ugye fönn volt a kislány a vonaton, anyuka pedig szegényként próbálta a babakocsit feltuszkolni, ebben a pillanatban a vonat elindult. Igen. És a kislány, a 7 éves kislány, 6-7 éves kislány ott maradt a vonaton, hál' Isten egyébként, és azért bosszantó már reakciója, mert szörnyű dolgok történtek volna. Tehát történhetett volna, hogy a babakocsiből mondjuk a gyerek kiborul az elinduló vonat miatt. Történhetett volna az, hogy a kislány megijed és leugrik a vonatról, mert az anyját éppen elveszíti. Szerencse, hogy az anya vagy oda szólt a gyereknek, hogy maradj ott, vagy le ne ugorj. Hát rohant a vonat mellett, dörömbölt az ajtón, és azt kiabált a gyereknek, hogy a következő állomásnál szálljon le. A következő állomásnál szálljon le, tehát valószínűleg ez egy önműködő ajtók bezáródott. Hát régen ugye meg tudtad tenni azt, esetleg, hogy belőle nem volt ugye bezárva, akkor még ki tudtad nyitni az ajtót, még úgy is, hogy mondjuk már a vonat elindult, vagy kiindult a állomásról. A 6 éves gyerek nem bírta azt az ajtót, emlékszel, úgy volt, hogy volt egy ilyen rálépő, amit igen, de az anyuka kívülről viszont meg tudta volna lépni. Ez már nincsen. Most már mindegyik önműködő. Becsukodik, akkor az már ott van. Csak egy picit ugorjunk vissza a sztoriban, amit mondtál te, hogy az az érdekes ebben az ügyben, hogy megy a fütty, és ott elektromosan bezárják az ajtót. Bezárodik az ajtó, igen. Igen ám, de akkor szerintem a vonat vezetőjének azért csak bele kéne nézni a tükörbe, hogy oda zártam valakit, nem zárok oda valakit. És ott látnod kéne, hogy áll egy anyuka egy babakocsival, és félig az ajtó oda zárja a babakocsit, ő megpróbálja azt kitépni, érted? És ennek ellenére... Nincs, van visszapillant a tükör a vonatot? Hát persze, hogy van. Én nem tudom. Hát neki végig kell nézni a szerelvényen. Igen, milyen sorrendben pakolod? Ott vagy két gyerekkel és egy babakocsival. Ugye értelemszerűen a nagyobb gyereket jól csinálta, hogy feltette a vonatra, mert ugye az segít fölemelni a babakocsit, nem? Igen. Tehát én is így tenném, hogy babakocsi, vagy gyerek. És nagy gyerek, emeld föl, segíts, húz meg, emeld meg egy kicsit babakocsit. Keresztlány csak egy hét múlva kell visszavinni, az ráér, nem? Az ráér, igen. Na most a vonat elindult, ugye, a kislány fönnmaradt a vonaton, az ajtó bezáródott, és egy pasi ezt végignézte, ugye, az állomáson. Majd bevágódott az autójába, és elrohant, követve a vonatot, mint régi indián filmekben, amikor lovagoltak, ugye, a vonat mellett, követte a sinek mellett, vagy hát nyilván az úton, tudta, hogy hova megy a vonat. Bevágott a vonat elé, leszette a kislányt a vonatról, és szerencsére egyébként nem elvitte. Visszavitte. Valahol máshova, hanem egyébként isteni szerencsé okán valahogy ő visszavitte a mamához a gyereket. Aki egyébként hát nem kevés stresszt élhetett át ezzel. És ugye a máv pedig azt nyilatkozta egészen felháborító módon szerintem, hogy vasúti dolgozó nem vétett, vizsgálat nem indult. A cég egyébként még baromi jó érzékel arra is kéri a szülőket, hogy figyeljenek a gyerekeikre a vonaton. Aha. Uh-huh. Ja, hogy itt az intő példa, tessék. Így, tehát komolyan mondom, ennél pökhentibb, arcpirítóbb magyarázatot, hogy még a máv egyébként felhívja a figyelmet arra, hogy úgy indultak el, hogy éppen anyuka készült felszállni a babakocsival, a fél gyerek rajta maradt, vagy egy gyerek rajta maradt, a anyuka a babakocsival lemaradt, mert a vonat elindult. Majd figyelmezteti a szülőket, hogy legyenek már kedvesek odafigyelni a gyerekre. Igen, ezért ne vállaljanak két gyereket, pláne ne, még egy rokon gyereket is oda micsoda macer, mi? Most nem, hogy komolyan. Egy gyerek lett volna együtt, felszállnak és kész. Tessék. Hogy tud elindulni a vonat, ha nincs bezárva az ajtó? Már be volt. Nem, be volt zárva az ajtó. De akkor hogy? Csak akkor tud elindulni, ha be van zárva az ajtó. De akkor elindult, tehát föltette a babakocsit, és elkezdett bezárni az ajtó, és visszahúzta a babakocsit? A kislány, a 7 éves kislány ugye felszállt, és akkor ők megfogták a babakocsit, felemelték. Ugye a lent lévők, hogy feltegyék. És abban a pillanatban bezárodott és az ajtó. Pak, becsukódott az ajtó. Ők meg úristen. Ott tartották. Kicsit olyan volt az egész, mint hogyha megmutatták volna a kislánynak, hogy na igen, ő látod, ő a kis tesó, és akkor megy. Ugye, nekem a szívem megállt volna. Látod a gyerekedet elvonatozni, gondolod, hogy ott áll a gyereket 7 évesen, üvölt, 6-7 évesen, hát azt mondja, hogy sírva fakad, hát nyilván megijed egy 6 éves gyerek, legalábbis az én gyerekem azért nagyon megijedt volna.
talpra esett, de hát összetolyod magad. Az enyém azt mondta volna, yes! Jó, igen, de a tiéd dupla annyi, mint az enyém. Tehát ő neki egy 12 évesek, ez már inkább kaland. Hál' Istennek egyébként az igazsághoz tartozik, hogy rögtön oda mentek, mert ugye volt egy csomó felnőtt, aki kiszúrta az anyukát, ahogy ott rohan a vonat mellett is püfülő az ajtót, ők rögtön oda mentek a kislányhoz, és elkezdték nyugtatni, hogy nem lesz semmi. Hogy gond. Nem lesz semmi. Húzták meg a vészféket. Hát nagyon jó kérdés, mert egyébként elviekben megtehetnék, hát csak ugye ilyenek. Itt is a mámnak a hivatalos rendelkezése dologgal kapcsolatban az, hogy ugye vészhelyzetben, ez egyébként vészhelyzetnek számít, az... de abban az esetben húzhatod csak meg, hogyha mondjuk a vészhelyzet a MÁV hibájából történt. Ebben az esetben legalábbis. Mert vannak olyan esetek, olyan vészhelyzetek, mint tudom én. Hogy ez a vészhelyzet, miért valaki szívinfarktus kap, az nem. Az nem, el kell különíteni egymástól a dolgokat. De szóval akkor fura, nem húzhatod meg a vészféket. Mondom, el kell különíteni egymástól de a dolgokat. Meghúzhatod volna. Tehát, hogy akkor meghúzhatod akkor, hogyha valaki rosszul lesz, valamit tudom én, rongálás történik a vonaton, vagy pedig valamelyik utasnak a testépségét, és lehetséges, hogy ebben ez az eset áll fenn. Veszélyeztetve van. Egyébként, hogyha mit tudom én, elalszol, vagy nem szálltál le időbe, vagy stb., csak akkor húzhatod meg, ha ez a MÁV hibájából történt. Aha. De ebben az esetben ugye... Okay, de a MÁV ugyanezt nyilatkozta volna egyébként, ha mondjuk valami baj történik. Tehát ugyanezt mondják, hogy egyébként nem a mi hibánk, nem indítunk kivizsgálás, és minden gyerek. Tehát pontos, valami baj történik, a babakocsi beesik a vonat alá, vagy az anyuka megijed, elrántja a babakocsit, mert látja, hogy csukkodik az ajtó, kiesik a gyerek mondjuk a babakocsiból, vagy a gyereket becsípi az ajtó. Tehát az, hogy nem történt semmi, ez most nem a MÁV-on múlt. Erre a MÁV pofátlanul egyébként lenyilatkozza, hogy vasúti dolgozó nem vétett, vizsgálat nem indult. Nyilván azért maradt fönt a gyerek, mert vasúti dolgozó nem vétett. Mozdonyvezető, se a masinista, nem tudom, hogy hívják ezeket a izéket, akik jegykezelő, Jézus, atya, úristen, zöld palacsintát itt rángatnak, szerencsétlenek, tényleg, tehát 1800-as évek, hogy itt senki nem védett. Az analóg jelzőlámpa. Az analóg jelzőlámpa, ide jön egy nyugat, hiszen az nem is érte, hogy mi folyik ebben az országban. És tehát a vasút, a mozdonyvezető is tényleg belenéz a tükörbe. A masinista, ha vak, akkor szereljék le, nem? Hát akkor ha jegykezelő nem lát el a peron végéig, akkor hagyja abba a munkát, az menjen el, az kössön zoknit. Nem? De tényleg? Tehát egy vakembert ne alkalmazzon a MÁV, aki nem látja, hogy a hatos kocsinál még éppen készül valaki felszállni. Nem? Ha nem lát el, csak három kocsiig. Ugye? Hagyjátok kinézni. Hát vagy rosszul értelmezte, hogy csak elköszönni jöttek ki a 7 éves kislánytól. Fölemelte aranyosan anyuka, hogy integessen a gyerek. Fölrakta a gyereket, és nem biztos nem láthatta. Tehát ha szeretnék egy kicsit ellenpontozni nektek, nem szeretnék. De nem szeretnék, még egyszer mondom. Akkor ne. De fogok. Akkor, mert de azt ő nem látta, vagy nem biztos, hogy látta, hogy egyébként ott már a családból egy valaki fölszállt a vonatra. Nem fogja ez megvédeni, csak mondom, hogy ebben... És a többiek, ezek már nem szállnak föl. Ez már biztos, ezek már nem integetni jöttek. Ami viszont szörnyű, hogy a MÁV kerekperec elutasította azt, hogy egyáltalán kivizsgálja ezt a sztorit. Hát igen, annyit lehet mondani, hogy rendben, megvizsgáljuk, valójában hiba történt, megvizsgáljuk, kérünk egy kis időt, és már sokkal szimpatikusabb, nem? Ja. Amikor azt hallod, hogy egy pasi egyébként leszedi a gyereket egy állomással később, és a babakocsis anyuka panaszkodik, hogy igen, elment a gyerekemmel a vonat, és nem hagytak felszállni, akkor miért nem nyilatkozik valaki a MÁV-tól, és mondja, hogy megvizsgáljuk, ha hibáztunk, elnézést kérünk, előfordul az ilyen, emberek vannak, hibáztunk. Oké, megvizsgáljuk az ügyet, és meg egy szóri, most nem fér bele, most egy nap múlva rajta. Ennyit mondanak, hogy elnézést, hibáztunk a kedves utastól, bocsánatot kérünk, és kész, ennyi le is lett volna zárva az ügy. Igen, igen, és hát a tipikus hülye ilyen, tudod, itt nagyon pökendi. Egyébként meg azért a gyerekesek vigyázzanak már a gyerekeikre. Tehát kicsit leszúrják még kvázi a szülőt is, hogy hát te vagy a hülye, hogy nem vigyázol a saját gyerekedre. Legyél szíves vigyázni. Igen. Nem? Hát. Tehát, hogy hát autóval megcsinálod, akkor ott azonnal előszednek, nem? Tehát autóval te elsodorsz valakit, elmész, babakocsit félrelöksz, nem állsz meg, nem mész vissza, még ha nem is a te hibád, darabokra szednek. Ha a rendőrség visz vissza, úgy, hogy nem sérült meg senki, csak elsodortál, ne adj Isten, valakit, aki csak elesett, nem verte be semmit, szétszednek. Még ha nem zebra, akkor is meghurcolnak, veszélyeztetés, nem, mindent rádvernek. Na most akkor mi? A MÁV az azért, mert egy szervezet és nem egy konkrét ember, akkor bármit megcsinálhat, érted? Nem? Igen. Tehát én autóval tartozom felelősséggel, ők egyébként, ha vezetik azt a vonatot, és minket visznek utasokat, akkor egyébként nem. Alapból ez a kihibás. Hogy van ez?
Igen, az, az autó a tiéd, érted, de a masinisztának nem sajátja a vonat. Na? Aha. Van egy forgalmistánk, azt mondja, hívjuk föl. Kíváncsiak vagyunk, hogy mit mond. Mi szerettük volna egyébként nyilván a mávot is megszólaltatni, csak azért az egy az bevett dolog, hogy adnak egy mondatos nyilatkozatot, azt mondja, hogy tessék, akkor ez lehet használni. Jó, minden esetre arra kérünk meneteket, hogy nyilván vannak tapasztalatok BKV-s közlekedéssel kapcsolatban, villamos, busz utáni rohanás, vonatra való felszállás lesz. Körülbelül hol tartunk, nézzük ezt meg, hogy kinek mi a vélemény, a benyomása erről a dologról, a gyerekkel, babakocsival, idős emberként, ki hogy maradt fönt a buszon, milyen, amikor a buszvezető bezárja előtted. Jellemző ez még, vagy már kevésbé? Én nem BKV-zom, nem tudom, mik az arányok. Ez a direkt ott hagylak, direkt becsukom, látom, hogy futsz, de benyomom előtted, és elmegyek. Azokat tényleg meg kéne verni. Annyi millióm lenne, ahányszor ezt velem eljátszottál. Komolyan? Persze, hát imádnám egyébként. És van ez a megkeseredett buszvezetők játéka az utasokkal, hogy rohadj meg, fuss egy kicsit, és bezárom előtted? Elviekben ugye az van, hogy a megállóban kell állnod ahhoz, hogy megálljon, vagy hogy ő egyébként még várjon rá. De hát nyilván a jóhiszeműek azok olyanok, hogy belenéznek a tükörbe, és látja, hogy loholsz utána, azt így azért lobog utána a táskád, meg a hajad, ha még van sajtani, de hát olsz. Igen. Ja, igen, tudod, reggel kimentem egy picit futni téli kabátban, meg bakancsban. Mondjad? Meg bocsánat, van még egy másik projektünk, ami nagyon fontos lenne, mert ez az anyukának nagyon sokat jelentene, hogy az az illető, az az úriember, aki ugye az autóval a vonat után eredt, és aztán leszette a kislányt a vonatról, és visszavitte az anyukának, nem tudtak egymással jóformán semmit beszélni, mert az úriember elég tapintatosan gyorsan lelépett, ugye az anyuka meg akkora traumát élt át, hogy még a nevét se jegyezte meg az illetőnek, és nagyon szeretne találkozni az illetővel. Tehát, hogy tök jó lenne, hogyha őket össze tudnánk egymással hozni. Igen, hát ha hallgat minket, ha ott volt, ha ő volt az, és elér hozzá ez a dolog, ha dob egy SMS-t, nem akar megszólalni, az sem baj. Csak hogy írja meg nekünk, hogy hallgat bennünket, ő volt. Elmondhatja az ő verzióját, kíváncsiak vagyunk egyébként, hogy szedte le a gyereket, hogy vitte vissza, akkor szívesen összekötjük az anyukával. Nagyon-nagyon-nagyon fontos lenne ez a dolog. Igen, igen, úgyhogy jó lenne jelentkezni, ha esetleg hallgat bennünket. Na, itt van Erzsó. Hello Erzsó, jó reggel. Hello, jó reggel, sziasztok. Egy igazi forgalmista, egy forgalom irányító? Nem, én forgalmista voltam egy pár éven keresztül a MÁV-nál, aztán nagy esetnél, de sajnos egészségügyi problémák véget. Egy pár éve már nem dolgozom, de attól függetlenül elég jó rálátás van. Volt zöld palacsintád is? Igen, nekem, igen, ez a palacinta, amiről ti beszéltek, ez kimondottan a forgalmistának az eszköze. Csak ugye most meg kell különböztetnünk, sajnos nem tudom, hogy pontosan hol volt ez az eset, milyen állomáson volt, de vannak olyan állomások, ahol vannak forgalmisták, és vannak olyan állomások, ami már központi forgalomirányítás van. Nem, már ilyen is van. Igen, ahol vannak forgalmisták, csak ők már nem mennek ki, és nem menesztik a vonatot. Na most a lényeg a lényegben az, hogy teljesen mindegy, hogy van forgalmista, vagy nincs forgalmista, akkor is mindenkinek kötelező odafigyelni, hogy az utasok fölszálltak-e, az ajtók be vannak-e zárva. Tehát én ezt annyira abszurdnak tartom ezt az esetet, hogy az valami borzalom. Tehát annak idején, amikor én dolgoztam, először is nekem volt a legfontosabb kötelességem az, hogy megnézem, hogy minden utas fölszállt-e. Ott volt a jegyvizsgáló, aki nézte azt, hogy én mit csinálok. Tehát én megnéztem, hogy az utasok fölszálltak-e, kötelességünk volt megnézni, hogy az ajtók, ugye még akkor nem voltak ezek az önműködős ajtók, vagy legalábbis nagyon kevés volt, de akkor is meg kellett néznem, hogy az ajtók be vannak-e zárva. Ezt pár perc alatt kellett megcsinálnunk, és én adtam jelzést a vonatvezetőnek, és utána indíthatott a vonatot. Ugyanakkor a mozdonyvezetőnek is kötelessége volt figyelni, hogy mind a két oldalon minden rendben van-e. Tehát ez abszurd, ami itt történt, és akkor azt mondja a MÁV, hogy őnek is semmi felelőssége nincsen. A legbosszantóbb ebben ez, mert mi sem tudjuk pontosan, hogy mi történt, de maga ez a nyilatkozat, ez kevésbé szimpatikus. Igen, attól függetlenül, hogyha olyan állomáson nem történt a dolog, ahol központi forgalomirányítás van, és forgalmista nincsen kint, akkor a vonatvezetőnek, tehát neki van egy ilyen kis társaszerűsége, meg a mozdonyvezetőnek együttesen kötelessége figyelni azt, hogy minden utas fölszállt-e. Azt, hogy most ezek az ajtók hogy működnek, mind működnek, szerintem ezt valaki biztos, hogy bentről zárja le, de akkor is csak akkor tud a vonat elindulni, hogyha a jegyvizsgáló int vagy meneszti a vonatot. Tehát nem úgy van az csak, hogy most akkor 7 óra 30 perc, és akkor azonnal indulunk, aki bent van bent, aki kint, az kint. Jó, hát a 7 óra 30 perc, és az azért kell, mert már 6:45-kor el kellett volna mennie. Tehát ugye azért rohannak, mert... Igen, hát amilyen készítek vannak, az egy perc, nem most nem. Rózsa, 3-4 órát összeszedtünk már 10
kilométerre húzzunk bele, mert parkodjatok a felszállásra. Helyes, átok, most mi most ilyen 4-8-asok vagyunk, vagy pedig a 3-7-8-asok. Én is akarom menni a bundás kérdőbe. Nem, de végül is mindig azt súlykolták a fejünkbe, hogy a legfontosabb azok az utasoknak az épsége. És sajnos nem egyszer előfordult, hogy elindult a vonat, és ugye ezek a rendes ajtók voltak még, és az utas meggondolta magát, és hogy le akart ugrani, meg minden számtalan ilyen baleset volt. Tehát én ezt nem tudom megérteni. Fura egyébként tényleg, meg hát ezek után nyilatkozott. Nem mondja senki, hogy a Mávit nem hibázott, attól függetlenül, hogy így nem ismerem, hogy milyen állomáson volt, de akkor is legalább két embernek kell figyelni arra, hogy minden utas felszálljon. Még ha nem is hibázott, egyébként nyilván hibázott, tehát gyerek nem maradt fent a vonaton, a szülő nem hülye. Tehát, hogy ez egész biztos. De hogy vasúti dolgozó nem vétett, vizsgálat nem indult. Ez nem igaz. Tehát, ez ebben a formában ez annyira arcpirító szerintem, hogy ha még így is gondolják, lehet egy fokkal szimpatikusabbat nyilatkozni úgy, hogy érzed, hogy kicsit nem te vagy a Mávért, hanem a Máv van érted, ha már megvetted a jegyet. Kicsit kevesebb arroganciával. Igen, egy kicsit szimpatikusabbat. Jó van, Erzsó, hát nagyon köszi, hogy elmondtad ezt nekünk. Én köszönöm, további szép napot nektek. Puszi neked, köszi, csáó. Hello. Igen. BKV-s irányelv. Aki fut a sportol, aki integet, az búcsúzik. Így van, aki áll, az utas. Igen. Jó, én értem, hogy nem tudnak minden futót megvárni. Ezt is értem, hogy minden futó után jön még egy futó. Tehát ezért ez egy hülye helyzet. Tehát én most más téma nem tudom. És a menetrend is csak tájékoztató jellegű. Hát ezt ugye tudjuk. De minden esetre érdekes. Na, írjátok meg nektek, milyen tapasztalataitok vannak. Jó, autósként, BKV-sként, vonat után futóként, villamosra felszállóként, buszhasználóként, kivel milyen esetek történtek. Már várjuk az SMS-eket. Ha az a férfi tényleg, aki esetleg visszavitte ezt a leányzót, még szerencsé, hogy jó irányba vitte, és nem rosszat akart, és nem máshol vitte a kislányt, hallgat bennünket, és esetleg ad egy kis életjelet, akkor szívesen beszélnénk vele is. Jó, fél nyolc múlt, 3 perccel jövünk Ákos híre után. A Klassz FM-en. 7:42 szép reggelt kívánunk mindenkinek. BKV és villamosos, mávos történetekről beszélgetünk, és ez vannak jó sztorik, ugye, mert hogy a napokban történt, hogy egy nő megpróbált felszállni a vonatra, föltette először a gyereket, és a vonat elindult, ő pedig már nem tudta föltenni a babakocsit. Hál' Isten semmi nem történt, de ehhez azért sok szerencsefaktor kellett, sok együttálló dolog és tényező, hogy ebből ne legyen semmi. Már csak azért is, mert ha mondjuk ezt tényleg egy olyan pasi nézi végig, aki egyébként leszedi a gyereket a vonatról, csak nem visszaviszi az anyjának, akkor nem hiszem, hogy a MÁV ugyanezt nyilatkozta volna, hogy vasúti dolgozó nem vétett, vizsgálat nem indult. És arról beszélgetünk, hogy kinek milyen tapasztalata van babakocsival, gyerekkel, idősként, fiatalként, bringával, amikor föllépsz a vonatra. Én azt nem is tudtam, hogy az anyuka még az állomásról fölhívta a következő állomásforgalom irányítóját, hogy szedjék le a gyerekét a vonatról. A forgalmi irodából ugye a telefonát a következő állomás, ahol nem vették fel a telefon. Ugye megpróbálta fölhívni, hogy érkezik a vonat, ott van az én gyerekem, szedjék már le, vegyék már le. Hát gondold el, viszi a vonat a gyerekedet, nem éred utol, hát valahogy megpróbálod leszedetni. És nem vették föl. Te nem ért el senkit. Ebben biztos kim volt a sonopolás tisztelt. A beérkező vonatnak. Elment kulni. Az van még? Tiszteg? És már csak mi? Nem, az csak az indul a bank. Várjál, és úgy volt, hogy a zöld tárcsa hóna alá csap. És így gyerekként arra emlékszem, hogy és tisztelgett, amikor elment a vonat. Te sabán felkárd azt a sonopont! Ez Istenek kellett tisztelni, egy elmenő vonatnak. Milyen hülye volt, rendszer volt ez. Nem, rend annyira volt, akkor még rend volt. Na most mi van azokkal az állomásokkal, hogy például a kanyarba áll be a vonat? Ott hogy nézel bele a tükörbe és nézed végig? Hát van egy csomó olyan állomás, ahol kanyar van. Jó, ez 3 ember van, aki figyel. Na de nem látod be, hát olyan kanyar van, egy ilyen nem, azért ilyen hát én gyerekkoromban emlékszem olyan állomásokra, ahol érted, a mozdony elején és a vége egymás mellett állt, akkor a kanyar volt az állomás. Nem, az utolsó kocsi közvetlenül a mozdony előtt. De nem most csak kérdezem, hangosan gondolkodom, hogy mi van azzal az állomással? Pokol puszta állomás. Volt olyan állomás, emlékszem, gyerek a Balatonban, ahol kicsit bedőlt a vonat, úgy állt be, de kanyarba állt be az állomásra. Hát a büdös életben nem nézed végig. Az a sín, a sínhőtágulás. Azzal mi van például? Ez nem lehet, hogy a forgatóban voltatok? Ott több is volt, nem? Akkor nem nézi ott végig. Tehát, hogy én például gyerekkoromban arra emlékszem, hogy egyszerre több jegykezelő is volt, nem csak egy volt a vonaton, több volt, és hogy belátták az egész szakaszt. Hát minimum 3 ember figyeli. Egy, aki vezeti a vonatot, igen, a mozdonyt, egy, aki fönt van, és van a peronon, ugye utas, a forgalmas,
és hát az utas, aki nem, ő csak nézi az elmenő vonatot. Próbáljuk egyébként a mávot hívogatni, mert szeretük volna, ha megszólalnak, de hát azért ez nagyon jellemző, hogy ilyenkor nem érünk el, senki nem veszik fel, igen. Mi Lőcsei Virágot keresünk. Virág, ha hallgatsz bennünket, akkor ha megteszed, hogy visszacsörögsz, azt megköszönjük. Ugye a MÁV sajtófőnökével szeretünk volna beszélni. A kérdés nagyon egyszerű, vasúti dolgozó nem vétett vizsgálat nem indult. Ha nem indult vizsgálat, honnan tudják, hogy nem vétett dolgozó vagy? Tehát hogy nem is értem ezt a dolgot. Megkérdezték vele. Megkérdezték, hogy egy kezelő. Igen, volt hiba? Nem, itt nálunk. Akkor nincs vizsgálat. Nem érsz, hogy folyamatosan próbáljuk hívni a MÁV sajtósát, de nem tudjuk elérni, nem veszi fel a telefon. Na nézzük, mit írnak a hallgatóink. Pesten 3 gyerekkel utaztam a buszon, rajtunk kívül 2 utas volt. 5 éves fiam szállt fel először, és bezárta az ajtót a buszvezető, úgy, hogy a babakocsival és a 3 évessel már szálltunk volna le. Zöldre váltott a lámpa, gondolta, rohan tovább, mert előtte is úgy vezetett, mint egy őrült gázfék. Végül oda kiabáltam a sofőrnek, hogy engedje meg, hogy leszálljunk, mert hogy az 5 éves gyereke már len van. Felraktam a családot, a vonat meg elindult, leugrottam, és 5 bukfenc után szíttam a mávot. Életemben nem pereceltem ekkorát, ír egy másik hallgató. Egy jófej buszsofőr éppen az orrom előtt csukta be az ajtót, rám nézett azzal az öntelt vigyorával, és bemutatott nekem. Zsuzsi. Az igen. Írta. Azért itt vannak kemény. Jó, persze, azért ne általánosítsunk, rengeteg nagyon jó arc. Hogyne. Sofőr van, tehát ugye semmi gond nincsen, de azért vannak ilyen kirívó esetek is. Persze, hát azért, mert ezen a témán senki ne vegye ezt magára, aki normálisan az utasokat szolgálva vezet, ez nem róluk szól, így van. Másfél éve járok volán busszal, és egy kezemben meg tudom számolni, hogy hányszor érkezett meg menetrend szerint a busz. Mikor szóvá tettem, hogy soha nem érek be a munkahelyre, közölték velem, hogy sok a felszálló utas, nem tudnak mit csinálni. A menetrendben csak a legfontosabb elemet, az utas nem kalkulálták bele. Mert a tömegközlekedésben ez egy jelentéktelen tényező. Ezt István küldte nekünk. Hát de most hogy kalkulálsz? Mert egyik nap 2 ember száll föl, másik nap 25. Ezt kell átlagolni. Ezt például nem hiszem. Igen. Tehát, hogy azért ezt nagyjából tudod, hogy melyik állomás a frekventált, hol körülbelül mennyien szállnak föl. Átlagos mutasforgalom, megállom, 12-3. Igen. Velem nagyon sokszor előfordult, mikor vittem egyedül a kislányomat, hogy a kedves, idézőjelesen, kedves kalauzra hátra kiabált, hogy igyekezni kéne, nem vár a vonat. Ugye? Nincs felháborító. Niki küldte nekünk. Idén nyáron történt, hogy a barátnőm férje felpakolta a gyerekeimet a vonatra, felment velük, hogy a helyükre ültesse őket, csomagok, stb. Ez egész 1 perc volt, közben a vonat elindult, tehát a férfi fennmaradt. Ez még a jobbik eset, hogy maradt velük egy felnőtt. Judit küldte nekünk. Debrecenben a buszvég kijáratnál állt a busz a piros lámpánál, odafutott egy férfi, hogy még felszállhat, és simán lett volna rá idő, erre a sofőr rázza a fejét, hogy Még én ezt a megállón kívüli nem engedem föl az utast, én ezt kicsit megértem. Tehát úgy értem, hogy mit tudom, hogy kiáll a megállóból a busz, piros lámpát kap, 10 méterre elmegy a megállótól, és valaki bekopogtat, és valaki elkezd kopogni. Nem is enged, tehát nem én azt értem, fel, hogy nem. Nem nyithatja ki, ott már gyakorlatilag egyfajta veszélynek teszik az utasokat is, tehát, hogy ott az nem működik. Igen. De az összes többi egyébként az megáll. Monival történt meg egyszer egy télvíz idején, egy ilyen alacsony padlós busszal. Télvíz, hát ennél nincs jobb szó. De gyönyörű, lefestél. Ez a jóféle serital. Igen, de már látod Mónikát ideregni. Télvíz. Jó, igen, ne veszünk el a részletekbe. És aztán egy jóféle serítalra enyhítettük a hideg időjárás által okozott fagykára. Kínzószomjúságot. Télvíz idején. Jó, tehát szóval Zimankó idején esett meg. Télvíz. Farkasordító. Dimitri Lénáról mesélt. Szóval azt történt, hogy ilyen alacsony padlós busz volt, és középen lehetett csak babakocsival felszállni. És ilyen nagyon okosan a hókotrók, vagy nem tudom, a munkások úgy tolták össze a havat, hogy a középső ajtóhoz toltak egy ilyen buckát. És Móni máshol nem tudott felszállni a babakocsival, mert elő-hátul nem lehetett ennél az autóbusz típusnál. Megállt középen, és illetve megállt egy kicsit a buckától jobbra, és így jelezte a buszvezetőnek, hogy legyen szíves egy picit arra, mert nem tudom fölrakni. Buszvezető egy picit várt, becsukta az ajtót. Hát most érted, miért ment volna egy fél méterrel alép? Hát most bocsánat. Igen, hát meg kell, hát tessék megoldani. Hát most hát még így szálljon föl helyetted. Hát miért nem mászta meg azt a rohadt nagy Everestet a közép? Igen. Van Pestről nem messze Erdőkertesen, kanyarban kiépített állomás, ott előfordult már, hogy a kalauzt hagyta ott a saját vonatot. És ki kiabált a mozdonyvezető. A vonat nem már, Lajos, még rád se! Szálljál már föl, Lajos! Elindulok! Azért az mi, amikor elmegy a saját vonatod? Így van. Azért az jó. Bemész, elolvasod a sportot, leülsz a budira. Nagyon nem tudsz mit csinálni. Na jól van. Hát igen, azért vannak érdekes tapasztalatok. Szolgálat előtt kuljál!
Nem várunk, Lajos, nem várunk, és már meg, hogy nem várunk, igen. Na jó van. Óven bácsival, Beru nénivel játszunk, köszönjük az SMS-eket, megyünk tovább, már is itt van a játékosunk. Nem gond, ha nem vágod a pároloktató bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakok vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a Párafarm csalogányai. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Roli vagyok. Honnan hívtál minket? Sashalomról, nem Pestről. Pestről, Sashalom. És mit csinálsz? Vegyész vagyok a NAV-nál. Vegyész? Igen, igen, igen. A szakértő intézetből. A NAV-nál? Igen, igen. Hát ez a régi vámlaborból van ez. Hát, ha bizonytalan eredetű vegyi áru érkezik, akkor azt te vizsgálod? Hát úgy vagy is te állítod mondani. Elő? Igen, én állítom elő zsebre. És ez a NAV-hoz tartozik? Igen, igen. De fura. Hamarosan új főnökötök lesz, ahogy olvasom. Ha majd kiderül, biztos lesz igen. Valami. Mi a fura, mit kezdtél mondani? Jaj, hogy a NAV-hoz tartozik egy ilyen vegyészeti alosztály? Mert más jövedéke ad olyan salétromshafnak meg a kés. Hát ugye jövedéki termékekkel, dohánytermékekkel kapcsolatos vizsgálatok ilyenek. Uh-huh. Izgalmas hangzik. De dohányterméket is vizsgálsz? Hát van, igen, igen, vannak azok is. Aha, de nem csak ma vagy vegyész. Aztán nem, holnap nem. Valami más, mert hogy ez kell ma az ellenőrzéshez. Nem. Na jó van. Mutassuk, mit csinál Óven bácsi, Beru néni, vagy még szeretnél a témához hozzászólni? Ja, igen. Hát így velem is történt egy hasonló történet tegnap. Na, az egész friss a sztoria. Biciklit, Kőbánya Kispestenet felettem volna az 5 órás és sebes vonatra felszállni. Sebes vonatra? Jó, de azt így hívják. Istenem, imádom ezt az analóg dolgot. Így nem tudtam kinyitni a bicikli vagonnak az ajtaját, ezért szóltam az ott utazó emberkéknek, hogy nyissák ki, de addig én már nagyjából felléptem a vonatra, és akkor kinyitották, és hogy léptem le, én már lent voltam, de a vonat elindult, de még a biciklin félig fenn volt, és így meg is ütődött a bicikli. És körülbelül a kalauz tőlem 25 méter át, és ezt látta. És ő adta le a indulj Lajos jelzést? Hát igen, de az az érdekes, hogy két kalauz van, plusz a sofőr, tehát én nem hiszem, hogy nem veszik észre, hogy itt az emberek még lefelé szállnak. Tehát igen, ez abszolút szóval figyelmetlenség. Igen, 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 abszolút értem. Hát az ember szedi le a bringáját, elindul a vonat. Hát és már hallja, hogy zöld karcsi! És ugye azért nem játék a dolog, mert ott tényleg te visszalépsz, megránt a vonat, beesel a láb, még ha a bringával történik valami, ott még a jobbik eset. Hát azért ez hát egy veszélyes üzem. Körülbelül szerintem egy másodperccel később lépek le, akkor alá is megy a lábam. Uh-huh. Igen. Ja, Istenem. De most rájuk küldöd a kollégákat. Majd meglátjuk, mit tehetünk az ügy érdekében. Tényleg, most menjen valami alatt, nem tudják menjen kivel az ellenőrzés. Igen. Na figyelj, mutatjuk, mit csinál Óven bácsi, Beru néni, jó? Hol vannak? Hát nem tudom, de pánik van. Vagy a Family Park. Itt valami elszabadult, igen, valami parkban vannak. Na, ez egy film lesz méghozzá, egy nagyon régi film, de lehet, hogy láttad, te mikor születtél? 91. Atya úristen, 91-ben volt a Jurassic Park a Spielberggel. Akkor már szabad ország voltunk. Hát, egy szabad országban születtél bele. Na figyelj, mutatjuk, nem biztos, hogy menni fog, rövid részlet lesz, nagyon-nagyon jó film, jó régi. Na hallgass meg még egyszer, figyelj. Jaj! Balik egyik kedvenc filmje. Igen. Ha ez segít, de régi. Úristen, sejtelmes sincs. Na, mutatjuk még egyszer. Á, gyerekek, a hideg ráz, ez olyan jó. Voltál kicsi dobos? Semmi? Semmi, nincs még egy kicsit ottabb verzió? De lesz, indítjuk. Honnan tudtad? Sziasztok a kollégák! Ez bejött, neked nem lehet meg. Bejött valaki bottal, és azt mondta Komboly. Ez egy 1000 éves film. Imádom, Chris Christophersonnal. Komboly, persze. Tudod, miről szól? Nem, de majd megnézem most már. Ezt hallgass meg, figyelj! A kamionosok most tudálnak az utakon. Most mindenki. Bulldog Mac with a can on back and a Jaguar hauling ass. He's 10 on the floor, stroking boars, seat cover starting to gain. Now Beaver, you a trucking with a rubber duck and I'm about to pull a plug on your drain. Hát, 20 éve. Nagyon jó,
Micsoda? Az a CBS, persze. Magyar változatban ezt tudod, hogy hangzott volna. 3:33, az óta elkerülni állja. Rolikát, nézd meg ezt a filmet, kamionosokról szól, és hogy élnek a kamionosok, hogy üldözik őket a rendőrök, hogy szabadítják ki a társukat, csajok, szerelem, szex, kamionok. Christopher-nak a segge is benne van, azt hiszem. Igen. Ja, nem, nem hát mondom, azon ült. Érdekes, ez nem tűnt föl nekem, hogy egy társadalmat a segít. Kimire megy rá? Ezek a gyerekkori frusztrációit, hogy Chris Christopherson, mert hogy emlékszem, hogy egy félvér csaj volt benne, aki nagyon jó volt, de hogy Chris Christopherson segít. Kidugja az ablakon. Azt nem tudom. Van egy részben, ez egy emblematikus rész. Én csak ezt jegyeztem meg belőle. A lényeg megmaradt. Na, igen, nyomjátok a dudát! Na jó. Rába, együtt vagyok a hűzői. Csesztettek a zsernyákok, csesztettek a zsernyákok. A románok meg itt mennek mellettem 120-szak. Aranyóra ugyanígy 220-szél. Rolikám, van egy ajándékcsomagod, jó? Jó, köszönöm szépen. Megígéred, hogy megnézed? Mindenképpen. Utálni fogod és szídni fogsz, mert mai fejjel ez már annyira régi film, és annyira gagyinak tűnik, de a mi gyerekkorunknak ez meghatározó film. Majd munkaidő alatt megnézem. Ezt már szeretem. Nem mondj olyat, amiért megütheted a bokát. Köszi, Roli, vigyázz magadra. Sziasztok. Ciao, hello. És komolyan hazamegyek, megnézem. 1978. 1978. Ezer éves film. De ez a hatalmas mozi siker volt. És a másik a túl a csúcson, ami szintén kamionos Stallone-val, amikor megy a Skander versenyre. Hát mekkora film. Jó. Igen, mekkora film. Amikor úgy bicepszezik, hogy húzgatja magát oda a lökhárítóhoz. Persze, és a gyerekért küzd. Ami nagyon tetszett benne, viszont az a speciális kis szkanderozáshoz, vagy a szkanderozó izmokhoz kifejlesztett kis bicepszező, vagy nem tudom milyen gép, ilyen alkarozó gép. Ment a bent. Kamionban, igen. És képzeld már, hogy valaki így vezet. Mit szól egy magyar rendőr, ha ezt meglátná? Nézd, ahol az ott középen, az ott micsoda? Hogy, érted? Na jó, menjünk tovább. 3 perc van 8 óra. Jövünk Ákos hírei után. Nyolc óra múlt 9 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk. És folytatjuk a Morning Show-t a Klasszon, csak ettem egy kesudiót, és megakadt. Ja, csak a szokásos. Csak a reggeli kesudió. Gyerekek, csak a kesudió. Más élet, ez nem érthetjük. A kesudió olyan, mint a zap. Ha elkezded enni, függő leszel, és bemész egy benzinkútra, meg is éjjel-nappaliba, és veszed ezeket a csemege, vagy kesudió, vagy mogyoró, és rákattansz, nem tudom mire, hogy a sóra, vagy a kesudióban van valamilyen endorfin termelő dolog, de hogy biztos, hogy konkrét fizikai függőségem van. Tehát meglátom ez a zöld zacskót, ami kesudió van, és megőrülök. Megőrülök, és hogy esszük ezt, esszük a vikivel, mint két madár. Nem eztek kesudiót? Hát nem. Ez elérhetetlen. Jó, most úgy, ne legyetek álhülyék. Figyelj, tényleg, ne legyetek 12. álhülyék, mert körülbelül úgy csináltok, mint azt mondtam volna, hogy megettem fél kiló licsit, ne legyetek azért ennyire nagyon egyszerűek. A licsit azt 4-11-kor szokta lenni eleve. Értem. Megettem 4 kiló, nem tudom, papaját, ez azért a kesudió minden benzinkúton pörkölt, magyarok, kesudió diák csemege, tehát hogy azért ez nem... Tegnap 3-4-2-kor bevertem másfél kiló makadám. Úgy csináltam, hogy azt mondom, hogy megettem fél kiló beluga kaviár, gyerekek, annyira kaparja a torkomán, tehát 250 forint bármelyik bevásárló központban, és a földi mogyoró meg a diákcsövege mellett van. Hát nem jut nekünk a gasztronómiából ilyen fényes. Mutasd egy csomagot, amikor sosem láttam ilyen. Szembe mentek, és Istenem, ennyire szomnak állított be. Igen, ez a tudod, kesudió. Hát, egyszer 2004-ben olvastam majd, róla. Majd ha kiürültad, már oda, utána tudjak nézni. Szóval, hogy egyszerűen függő vagyok. Mi van ebben a kesudióban, ami függő? Hát kesudió és só. Aha, ez a kettő. Plusz a pörkölés zamata. Lehet, hogy a só? A só. Só függőség? Az, lehet, hogy a só, nem? Igen, szervezetet ki van örülve ásványi anyagokból, és akkor itt most szerintem olcsóban megúsznád, hogyha egy itt ilyen 2 kilós nyalósat belakban beszerezni magadat. Lehet egyébként. Figyelj, ha most ebben a pillanatban mondjuk így választhatnál, akkor részecske szűrő, új KVG-p, vagy kesubi. Akkor kávégép, gyerekek, akkor kávégép. Abból kapunk mondom. Egyébként egy csomó felajánlást, nagyon szépen köszönjük mindenkinek, fogunk egyébként választani közülük. Ajánlott a kávégépet? Nagyon sok. Egyáltalán nem ezért mondtam tegnap, külön-külön hogy annyira szar a kávéközünk, hogy komolyan tudjuk, mondom, hogy ez eszembe se jutott, hogy valaki valami nagyon brutál. 3 milliós kávégépet idehoz, főzölve, gőzölve, darálóval,
egy gyapot ültetvénnyel a tetején, de kávécserjékkel és mindennel együtt. Most szóltam egyébként már itt az üzemeltetőknek, hogy ezt a gipszkartonfalat azt bontsák már ki, mert nem férnek el egymás mellett a részecske szülők, a kávégépek és a cashew-diós zsákok. A cashew-diós zsákok. Kérünk másfél tonna cashew-diót. Na, hol tartottam? Hát megzavartatok, megzavartatok ezzel, hogy nem ismeritek a cashew-diót. Mindig megleptek. Azt mondja, hogy... Utána olvastál? Valahol ennek? Hát, hogy a cashew-diónak a jótékony hatásai. Nem, csak hogy miért vagyok. Mert mindig ezt szoktad csinálni. Valamit olvas, hogy utána két napig azt zabbálom. Nem, hónapok óta eszem ezt a rohadt cashew-diót. Tehát az az első, hogy van nálunk egy kis éjjel-nappal, és ott veszem a cashew-diót. 82-es út Pannonhalmánál szürke marhák mászkálnak, üdv Peti. 44-es főút Kecskemét bevezető, 8 kilométeres a torlódás, nem tudjuk az okát, ha valaki tudja, akkor írja meg. Csak mondom, hogy a cashew-dió vérnyomás csökkentő is egyébként. Aztán Népliger felüljáró alatt felállított háromlábú méri a Buda felé autózókat, ezt Peti küldte nekünk, köszönjük szépen. Az M6-os 48-as kilométerénél készülnek fotózni Pécs felé. Aztán az M3-ason 60-nál gyalogos az autópályán, Joci küldte nekünk, mindenki vigyázzon. És 44-es főút, igen, ezt többen elküldtétek, hogy hatalmas a torlódás, ha látjuk az okát, megtudjuk, akkor azonnal mondani fogunk. Van itt még szátszélény kis pekán. Nem tehetek róla, hogy egyszerűen annyira kispolgári a létezésed, az életed, a környezeted, hogy kiakadsz a cashew-dió. Nem tudok mit csinálni ezzel a proletár kispolgári vircsafttal, hogy kiborulsz a cashew-dió. Nem tudom hova tenni. Most nem kell ez a paradió. Nem tudom ezt hova tenni. Cashew-dió is van egyébként? Cashew-dió, az a nekem való. Az a nekem való. Inkább azon bosszankodja, igen, hogy megsporolod magadtól a diót, és deót teszel a tésztádra, érted? Mert az egyik 200, a másik 450, érted? Na azon ki lehet borulni? Hogy nem? Hogy deót teszel a... Na, de én szeretem az... a deólak az ígyét. Nem. Várjál! Nem! 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 200 forintos megtakarítást! Ne hazudjunk magunknak, mert a deónak dió íze van. Te a dió ízét szereted, csak deót teszel rá, mert olcsóbb. Mi a különbség a deó íz meg a dió íz között? Semmi. Na hát ez a lényege, látod? Hát akkor te a dió íz szereted, de akkor minek fizetne 400-at, ha kettőből kijön? De ha ugyanaz az íze. Nem azért teszel deót, mert szereted a deó ízét, mert annak dió íze van. A te a dió ízét szereted, csak deót teszel rá, mert olcsóbb. Várjál, hogy klasszikusokért idézzek, viszonylag friss az élmény. Mi a különbség a dió és a deó íze között? Semmi, mondta egyszer egy nagy ember. Viszont az egyik drága, a másik olcsó. Semmi különbség nincs az ízük között, de az egyik olcsóbb. Miért vegyem meg a drágábbat? Mert hülye vagyok? Nem azért kell megvenni a drágábbat. Hanem, mert ne legyél igényes magaddal szemben. Tehát, hogyha te a dió ízét szereted, ne egyél hamisítványt. És ne hazudjak otthon a gyereknek? Ne hazudj. Virág, egy kis diós tészta, nem is diós, deós. Anya, nem mondd meg. Lenne pénzed megvenni a diót, de sajnálod a plusz 200 forintot, és átvered saját magad a deóval. Magadon spórolsz. Magadon. Nem így van? Nem úgy, mint egyesek, akik megtehetik a reggeli cashew-t. Érted? Ja, hát... De nem, de hát magadtól megvonod plusz 200 forint, mivel hamisítványt eszel. Mi van a deóban? Valahol erre. Napraforgó örlemény. Aha. Napraforgó, nem napraforgó. Napraforgó örlemény. Tehát alapvetően egy egészséges cuccról van szó, és ráadásul még az íze is finom. Aha. És a gyerek is mondja mindig, hogy de jó. De azért a napraforgó maga az nem dió. Tehát hogy a kettő között nagy különbség van. Nem? Ezzel nem tudok vitatkozni. Tehát, hogy azért ez egy fontos dolog. Na mindegy. Jó van. Mondjátok meg nekem, hogy olvastam, vagy hallottam Ákosnál azt a hírt, csak egy fél mondat erejéig, hogy most kitalálták azt az ülést, eleve nem értem, hogy gyerekeket hogy hagynak bent a kocsiba. Kitalálták azt az ülést, ami sipol akkor, ha bent hagyod a gyerekedet. Hogy ezt egyébként nem veszed észre? Ugye? Meg kinek sipol, ha bent hagytad a gyereket? Hát igen. Hogy valahogy most feltalálták azt, hogy ha bent hagyod a gyereket, elkezd sipolni. Mikor? Kiveszed a kulcsot? A gyerek sípol, hogy benhagytak. Kiabálj hangosan, hát anyád visszajön. Megint benhagytak, szóljál anyádnak, hogy jöjjön vissza, mert nagyon meleg lesz a kocsiban. Eleve nonsens, és nem is értem, hogy nagyszülők, szülők, hogy felejtik el, hogy ott ül mögöttük a saját gyerek, azt és ebben a nagy melegben, hogy megy beáruházba. Tehát ez totál nonsens.
ugye most egy nagyszülő hagyta bent a gyereket, de hogy kitaláltak egy ülést, ami sipol, ha a szülő téged bent, hogy ugye, az össze van kötve a slusz kulcssal, és érzi az ülés, hogy én kivettem a gyújtást, levettem a gyújtást, kivettem a kulcsot, abban a pillanatban sipol, hogy ne hagyjam bent a gyereket, vagy hogy? Meg súlyra? Tehát, hogy meg valami nyomja azt az ülést? Mert biztos nem a szag alapján, hogy még mindig vizé van be hátulról, még a gyerek jégig bent ül az ülésben, akkor mikor kezd el sipolni? Amikor kiveszed a kulcsot, amikor vagy leveszed a gyújtást a kocsiról, nincs gyújtás, akkor elkezd sípolni. És az érzékelő érzi azt, hogy van benne gyerek. Igen, hogy van benne valamilyen súly, nem gyerek, mert ő nem a gyereket érzékel. Ja, ha egy 5 kilós kenyeret benne hagysz, akkor szerintem ugyanúgy ne hagytam a kenyeret. Teljesen felháborító, hogy egy méterre tőled ül egy gyerek, akit ott felejtesz. Tehát ez sosem tudom hova tenni ez egy hülye fordítása a mamcsi hírről. Nem felejthetsz ott egy gyereket, azt tudatosan ott hagyod. Nem felejted ott. Nem. A nagypapa elment, és elfelejtette, és bement a munkahelyre, mert elfelejtette, hogy vitte az unokáját iskolába, óvodába, és munkába indult a hülye, és bement a munkába, úgyhogy elfelejtette, hogy mögötte ott ül a gyerek. De este megbeszéled a lányoddal, hogy nagypapa, vidd már el a melóba a gyereket, mert nem érek rá. Azt hagyjál, ha másnap reggel együtt szálltok be a kocsiba. Azt, hogy este megbeszéled, azért ott reggel beszáll veled egy gyerek. Reggel beszáll a gyerek. Végigmész vele egy nem tudom 10 kilométeres úton, ahol csak van egy kicsi interakció, beszélgetés. Hát, majd te kiszállsz, és abban a pillanatban elfelejtett, hogy ott a gyerek. Hát lehet, mert lehet, hogy az történt, hogy biztosan akart menni a nagypapa, és már korábban, egy nappal korábban este betett a gyereket, hogy nehogy másnap reggel elfelejtsd. Reggel. Azt ennyi. Nem szóval, hogy valószínűleg gyújtással lehet ez összefüggésben. Tényleg, Ákos, hello! Hello, jó reggelt! Most az én értelmezésem szerint két dolgot lehet elhagyni, az egyik a gyerek, a másik pedig az a chipnek a másik felesége oldala, ami nálad van. Ez most nem tudom, hogy egyébként hol csípog, nagyon érdekes kérdés. Hogyha nem kapcsolod ki a gyereket biztonsági övét, amikor leállítottad az autót, akkor kezd el visítani ez az ülés. De hogy az ülés csipog el, mert akkor már kiszálltál, mondjuk, mert nagyon rohansz, és akkor minek csipog belül, ez mondjuk jogos. Hát lehet, hogy egy külső hangszórót föl kell tenni a kocsi tetejére, ami össze van kötve az üléssel. Nem, az, hogy te lekapcsolod tényleg az ülést, és ugye gondolom érzékeli, hogy még vagy gyerek vagy be van kötve, tudod, tehát hogy maga az autó, tehát a bekötési övka csatlakozik a te gyújtás kapcsolódhoz, és te leveszed a gyújtást, kiveszed a kulcsot, de a gyerek még mindig be van kötve, nem szakítottad meg a biztonsági övét, ugye ebbe van kötve, és érzékeli az autó. De ez az autóba kell beépíteni. Hát ez egy szett, amit beraksz az autóba. $100 az ülés, és akkor mondjuk 800 a beszerelés. Aha. Hát annak, aki ilyen hülye, vegye meg. Persze, kicsit fura egyébként. Begördülsz a szervizbe, hogy hülye vagyok, szereljétek be az autóba. Így van. Jó napot kívánok, én egy hülye vagyok. Az a baj, hogy a hülye nem tudja, hogy ő a hülye. Tehát soha nem hallott, hogy a hülye azt mondja, hogy úgy tényleg, hogy vagy megtalálták a gyereket, vagy baj történt, vagy föltörték az autót, és kivették a gyereket, de a hülye tényleg bemegy úgy bevásárolni, hogy nem tudja, hogy ott ül bent a gyerek, nem? Ez felfoghatatlan. És akkor neked kell szólni? Elviszol egy séket, megveszed a kedvenc nadrág, mikor a gyerek bent ül a kocsiban? Hogy nem tűnik föl, hogy nincs veled a gyerek, valami akivel te elindultál? Valami nincs. A lottó nem adtam még fel. De az ablakot azért lehúzza neki, ugye? Na hát az meg a másik, aki tudatosan hagyott, amit a Feri mond. Hát az meg aztán végképp agyok. De tényleg, örökre elvenni tőle a gyereket. Tehát azt mondja, nem szedlek ki a kocsiból, hanem lehúzom neked az ablakot, amíg én bent sétálok a klimatizált plázában. Ja. Nem sokára jövök. És 20 centire leengedi neki az ablakot. És kívülről is, ha 40 fok jön az autó, az akkor is fel fog forrósodni. Tudom, miért húzza el csak annyira az ablakot? Nehogy ellopják, hogy baj legyen. Igen. Felfoghatatlanul primitívek az emberek egyébként. Elképesztő, hogy egy macskát nem hagysz ott, mert sajnálod. Sem. Nem? Zéro felelősség, tudod. Igen, kérdés, hogy az ilyen az beköti a gyereket, ugye? Tehát így egy hallgató, jó a felvetés, megveszi $800-ért beszerelted, de olyan hülye, mint a sekk, hogy be se köti a gyereket, mert aki bent hagyja egy 40 fokos, 50 fokos, 70 fokos autóban, vagy egy perc alatt annyi lesz, az most be se köti, azt ülj már be hátra. És nem közi be. Vagy kicsit. Nincs benne gyerekülés, de azt szedted berakja. Ha berakja, ez ilyen barom nem rakja be. Beköti, mert félti az ülést. Így szed $1000 szerelésre. $1000 a ülés, érted? Tehát egy fékezésen előre esik, ott valami baj történik az ülésnek. Vannak az életben ilyen fura dolgok, amiket én nem értek. Tehát, hogy a másik például, ami most történt hétvégén, ez a viharban fürdőzés. Hát, ha nekem ezt is megmagyarázza valaki, ugye, hogy jön a vihar, a Balatonnál azért elég hamar lezúdul, ugye? És ők úgy benne maradnak. Hát, ez az olyan nagyon jó. Mert olyan jó, hogy ott úgy jön a vihar, most tudjuk, hogy a Balaton felett egy ilyen félméteres ilyen párafelhő keletkezik, amiben simán belefulladsz, bevisz a víz, menteni kell téged. Tehát, hogy
És akkor úgy belecsap a villám. Mert buli. És sajnálom, és szörnyű, hogy ez megtörtént, de hogy nem jössz ki a vízből, ha jön a vihar, és ez, tehát, hogy és viszed el a gyerekedet is onnan, és mondod azt, hogy figyelj, álljunk be valahova egy étterem, nem tudom. Nem marad vízbe, és úszik egyet. Azt és mondja, mert belecsap a villám. Igen, mert mindig a legmagasabb pontba csap a villám. Van ez a népi bölcsesség. Uh-huh. Azért teszik, ugye a villámhárított a legmagasabb pontra. Tehát mit mond? Én a vízben vagyok, az alacsony pont, mi majd oda csap a fába. A balatra még mély föl. Igen. Mert hamar jön a vihar, de hát azért van egy viharjelzés, mondják, hogy este délután 4-kor itt a vihar, fölnézel az égre, látod, hogy beborult tiszta égből, még soha nem csapott le villám. Tehát azért van időt kiérni, ez nem a nem az Atlanti óceán, vagy a Gardató, hogy benn vagy középen úszol, és tehát nagyjából a parttól x méterre fürdesz, nem? A most a Velencei tavon volt két versenyző, aki egy felfújható kajakkal sikerült kievezniük a rendőrök segítségével, mert egyedül nem tudtak. Ja. Hát a viharos szélben, igen, de ott is van viharjelzés a Velencei tónál. Jó, mondjuk, látod? Mondjuk azért, de legyünk álságosak, hogy a felnőtt embernél nem érthető. Azért tizenévesen az ember megcsinál egy csomó olyan baromságot. Tehát szegényekbe, akiben most belecsapott, az két felnőtt ember volt. Bent fürödtek a viharban. Hát azért pont a Balaton az, ahol úgy nem akarsz fürdeni a viharban, mert tudod, hogy ott tudsz maradni simán. Még ha jó úszó vagy, akkor is ott maradsz, nem? Tehát, hogy így, és akkor mondjuk melegebb a víz, ha kint hideg van, tudod? Tehát lehet, hogy ez lehetett, hogy elkezdett fújni a szél, esik az eső, menjünk be a vízbe. Nem csodálkoztok-e, vagy elolvasod ezt? Nem, Ja, a szegény nincs baja, reméljük persze, tehát nem azt kívánja az ember, hogy megérdemli, ilyet soha nem mondani, nem, nem érdemli nem. meg nem telt róla, csak úgy eszedbe jut felnőttként, hogy mi az Isten csinált ő a vízbe, a viharba? Miért nem jön ki? Hát annyit nem ér az egész, nem? Hogy most ott tényleg belecsapjon a világ, ám pedig belecsaphat, tehát hogy ez ilyen fura dolog. Persze, hát semmi más, csak felelőtlenség. Igen. Na mindegy. Biztos nem kalandvágy. Hát, ha mellém csap. Na jó, akkor ezt nektek. Mind a tudásja. Hogy de jó. Na jó. És ez már Dolby C-s. Ez még kazettáról lett bejátszva. Szinte megint ott vagyok a Madács moziban. Madács moziban láttad. Madács moziban 81-ben. Na. Érdekes hírt találtunk, feltörték a világ egyik legnagyobb, kifejezetten félrelépésre buzdító alkalmi társkereső oldalát, aki fent van, meneküljön, vallja be az asszonynak, térdeljen le el, és mondja azt, hogy szörnyű bűnöket követtem el ellened, mert kiderül, 124 millió felhasználó látogatja, és jelenleg 37 millió anonim tagját bíztatja hűtlenségre az Ashley Madison nevű weboldal, ami nem rejti véka alá, hogy a hagyományos társkeresőkkel ellentétben a megcsalás és az egyszakás kalandozás a cél. Így is van, tessék ennek fórumot adni, fölmész, regisztrálsz. Jelenleg 37 millió csalfa férj, feleség, barát és barátnő izgulhat és izzadhat, ugyanis ezt a szájtot feltörték, és azt mondták, hogy hát nem tagadják a feltörés tényét, tény, hogy ez a dolog megtörtént. A kiberbűnözők pedig azt állítják, hogy azok sincsenek biztonságban, akik annó használták az oldalt, de azóta törölték a profiukat, így bizony még ők is bajba kerülhetnek. És ami a gondod, ezzel te hipokrita? Semmi igazából témaindítónak, ez egy jó dolog. Tehát, hogy nekem nincs bajom azzal, ha valaki ezt megteszi. Tehát, hogy csomóan csinálják ezt szerintem, én nem. Hogy felmennek és elkezdenek flörtölgetni ilyen oldalakon, csak az izgalom kedvéért. Mert ahogy te is elmondtad, itt azért 10 millió számra vannak anonim felhasználók, akik egyébként csak felmennek, aztán elkezdenek itt gyakorlatilag srácokkal, csajokkal csetelgetni. Na de ha én anonimként megyek fel, akkor hogy adják ki az adatomat? Vagy hogy tudják ellopni? Én most ezt beütöttem, az a vicc egyébként, hogy magyar oldal jön, tehát magyarul jön föl, csak halkan mondom. Ha én anonim módon, azt is írja, 38 millió 120 ezer anonim tag van most, akkor nekem hogy viszik el az adatomat? Hát valahogy beregisztrálsz, nem tudom, hát valamilyen profil, meg kell azért megadsz, azért valami. Nyilván valamit ki kell tölteni, igen. És köszönt a gép, hogy szia Feri. Kezd el, igen. Nem erről a gépről sose csinálok. Szia kis gazdám, szia. Itt vagyok. Visszaköszönt, igen. Rendelkezésre állok, indulhatunk. Visszamosolygott, szia Feri, itt vagyok, már régen találkoztunk. Merre jártál eddig kis gazdám? Nem köszönt az oldal? E-mail cím, nem az a rákócikuk, az freemail.hu. Kezd el, családi állapotod, ezt kérdezi. Egyedülálló férfi keres nőket, elkötelezett férfi keres nőket. Na itt ki az, aki beírja például, hogy nős? Hát
Tehát, hogy a családi állapota... Nős. Hát de ez pont arról szól, hát arról hogy te szól. Tud, hogy aki fölmész erre, de terelni akarsz, nem? Nem kell terelned. Nem. Hát nem, a normál társkereső arról szól, hogy fölmész és letagadod azt, hogy van valakit, és megpróbálsz csajozni. Itt fölmész, és azt mondod, hogy figyelj, van egy feleségem, van három gyerekem, rohadtul unom, te ki vagy, van egy férjem, tök hülye, nem kap el rendesen, találkozunk. Tehát ez egy felvállalt dolog, ahol tudod, hogy olyanok vannak fönt, akinek kapcsolata vagy, nem kell terelni, ez pont arról szól, hogy őszinte lehetsz, és nem kell hazudnod magadról, te már úgy mész föl, hogy van valakid, és aznak, akivel találkozol, valószínűleg annak is van valakie, nincs hazudozás. És ettől izgalmasabb? Egyszerűbb, szókimondóbb, lényegre törőbb, célra törőbb. Neked is van, nekem is van, nem akarok többet, nem ülök ott a küszöbödön. Nem akarok gyereket, kalandot keresek, szexelünk egyet, és utána megy mindenki vissza a saját életébe. Tehát nincs ez a letagadom, hazudok, máshova viszem, közben a feleségem csörög, hanem itt kimondottan azok mennek, akik ugye tudják, hogy nekik is van valakijük, illetve az ellenkező neműnek is van valakije. És akkor csak ennyi? Tehát mik az itinerek? Mika Hakinen. Ja, ne, igen, nem. Igen. Azt mondja, milyen magas vagy, Jani, mert most téged regisztrálok be. Engem? Hát persze, most nem mondod, hát mivel ez egy anonim 182. 182, picit összementem. Súly? Kimostak. Súly, azt mondja, hogy legyen várja ideális alkat, akkor legyen mondjuk, legyen, nem, hát egy 80-as, hát 182 szerintem. Na most hát ezen ismert emberek ne, ismernek, ne, hazudjunk, nem vagyok kigyúrt. Nem, mondjuk öle. Hát ők rengeteg ismert ember is fent van ezen az oldalon. Tehát, hogy külföldiek, hollywoodi celebritások, tehát rengetegen vannak fönn, akiknek ha kiderül a neve, akkor óriási nagy boom lesz. Mert ugye kiderült, kik azok, akik egyébként felmentek. Hoppa. És közben feleségük van, férjük van, és hát meg csalják, hogy meg akarták csalni a párjukat. Ez semmit nem bizonyít, hogy valami történt, nem? Tehát ez csak azt mutatja, hogy te fent vagy ezen az oldalon. Egy enyhi gyanú azért otthon nem örülnek. Szerintem nehéz kimagyarázni otthon, hogy annyira semmi nem volt, csak keresgéltem. Igen. Na, igen. Mit csinálsz te egy olyan oldalon, ahol egyébként, igen, teljesen egyértelműen az oldal az arról szól, hogy csalfa férjek, feleségek, barátok, barátnők keresik a párjukat. Hát ez flörtölés, tehát hogy ez teljesen egyértelműen. Tehát, kicsit én ezt továbbvinném, mint flörtölést. Nem? Hát jó, hát én csak flörtölnék, te továbbvinnéd, hát nem vagyunk egyformák. El a 16 évesen csináltam olyat, hogy fölmentem, nem akarok senkivel találkozni, csak futtatom magam. Hát ez arról szól, hogy szexelni akarsz, nem? Fölmész, hogy megbeszélsz egy randit, majd nem mész el, és akkor meglesed valahonnan? Vagy szerintem van ilyen, hogy valaki csak az ízekedvéért, hogy egy eleve, hogy tényleg, hogy valakivel csetelgethessél egy olyan témáról, amiről egyébként a feleségeden kívül normál esetben nem szoktál beszélgetni. A regisztrációs lapnál tartok most a Jani nevére, hogy van egy olyan, hogy szándék. Abban benne van, hogy virtuális kaland, erotikus csevegés. Beírtam, hogy kompát. Virtuális kaland, erotikus csevegés. Ha ezt beírom, akkor már védve így vagyok, van, nem? Így van. Semmit nem csináltak, bent van. Virtuális kaland, erotikus csevegés, 1,82 magas, 80 kiló sportos, szörnyű barna lesz az szemű, igazság, kopasz. Szörnyű lesz az igazság. Gyerek. Erotikus csevegésnél vannak ilyen határérték, hogy mit tudom én, egy 10-es lista, 10-es, írd be, 10 plusz. 11. Igen, ebben az a durva, hogy te fölmész és nem rejted el magad, mert azt hiszed, hogy anonim vagy. Ide föltöltöd a vágyaidat, az igényeidet, az aberrációidat, tehát mindent. És igazából, ugye, ha téged a feleséged meglát ezen az oldalon, akkor megtud rólad mindent. És az nem az, amit te otthon kapsz, aha, és nem az, amit ő adott neked. Tehát ebben az a szörnyű, hogy a hazugság maga. Hogy ugye kiderül, hogy te mire vágysz, mit nem kaptál meg otthon, milyen vágyálmaid vannak, mennyire vagy bizarr, és milyen dolgokat szeretnél. Leülnél egy mangóba? Egy mangóba! Tehát, és a hekkerek azt mondják, hogy azok sincsenek biztonságban, akik csak keresgéltek. Akik csak úgy fölmentek, csak Feri, úgy egy kicsit keresgélni, mert hogy állítólag mindent. Mindent. Völdobnak majd. Még a hekkerek azok ilyen... Nem sok kibúbort hagyták. A hekkerek ilyen önjelölt igazságszolgáltatók? Vagy erről mi derül ki számukra? Egyszerűen irigyek. Irigyek? Irigyek. Valószínű, hogy pattanásos 16 éves szűz izzadságszagú kamaszfiúk, nem? Zsülök. Akkor zsűre regisztrálok. És az, hogy neked férjed van, viszonyod is van, igen, jó, akkor... Most ez miért fáj neked zsűr? Tényleg zsűrt, miért csináltok ilyet? Én nem ismerem a ti szubkultúrátokat. Miért fáj az nektek, hogy más itt szeret szexelni? Miért kell, ha 130 millió embernek megkeseríteni az életét? Meg akarja csalni a feleségét, csalja meg. Miért vagytok erre irigyek? Miért vagytok erre? Miért irigyek erre a hekkerek egyébként, nem? Na most persze kussolsz.
Azért az kemény, gyerekek. Tehát fönt vagy egy ilyen, és ez csak jön, hogy föltörték az oldalt, és nem sokára kiadják az adataidat, azért az nagyon, nagyon kemény. Na, nézzük meg, jó, hogy hát ha van olyan hallgatónk, aki már felfedezte ismerősét ilyen oldalon, vagy megtalálta a saját párját hasonló oldalon. Nézzük meg azon élethelyzeteket, amikor te nem tudtad a férjedről, feleségedről, hogy megcsal, de nem úgy jöttél rá, mert az már volt téma, hogy rúcsfoltos volt az ing, vagy színházjegyet találtál a belső zsebében, vagy két darab autós moziba szóló jegyet, és te 10 éve nem voltál autós moziban, hanem hát ha találunk olyan hallgatót, aki megtalálta a férjét, a feleségét, a barátja feleségét, az ismerőse férjét egy-egy ilyen oldalon, hogy akkor mit csinálsz? Amikor rájössz, hogy a te férjed, feleséged valahol valakivel hirdeti magát, csetel, flörtöl, fönt van egy oldalom, vagy csak a hátad mögött titokban randizik. De meglátod a feleséget. Ez lehet infraganti rajta kapás is, hogy egy kávézóba beültél, vagy rányítottál a férjedre, feleségedre. Tehát amikor megtudtad, rájöttél. Jó? És kézzel, ha megláttál egy képet a feleségedről, ami mondjuk az esküvőtökön készült, csak éppen te le vagy róla vágva. Na, az nagyon. Voltál mennyecske ruhába. Az, csak az te le vagy rajta valamiért. Az valóban szörnyű. Zsül Klassz FM-es e-mail címére nem tudok regisztrálni, azt mondja, már rajta van a rendszeren. Ne, ő a hacker oldalon van. Hát szolgáltassunk igazságot a sok szemét, ha csalja a férjét, a feleségét. Egyébként gyerekek, mind megcsalás valóban elítélendő, de én csak a hackerek motivációját nem értem, hogy mindenki úgy éli az életét, ahogy akarja, nem? Hogy miért akarnak jön igazságszolgálatot? Hát egyrészt szerintem technikailag ez nagy dolog megcsinálni, tehát ezerre büszke lehetsz hackerként. Biztos. A kihívás. A kihívás, de tényleg egy oldalt feltörni és elhozni az adatokat, ezek ezért csinálják. Meg a legszebb öröm a kár. Hát, valószínű, igen. Na, ki az, aki már látta férjét, feleségét hasonló szituációban, kapta rajta, jött rá, vagy leplezte le hasonló oldalon, vagy hagyta nyitva a gépét a felesége, és látta, hogy bent van egy chat szobában, és szörnyű dolgokat beszélgetnek, így már van. Meg egy lehútott redőnyű sötét szobáról és egy kecskéről. Tehát, hogy mi olyan dolgot láttál meg, amiből kiderült, hogy a férjed feleséged. Találta már meg a feleségét két útkaporok között izzadva. Az erős inflagranti, de hát jön ilyen is. SMS számunk 06-70-645-0000. Jövünk az SMS-ekkel a hírek után. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! Wolf Kati, az egyetlen farkas, amelyik sütni tud. Nem már. Bocs. Jaj, kicsit elborult az agyam. Ez a kesú toll van be. Gyerekek, bevert a kesüni. De egyébként tényleg, nem? A legjobb. Ez egy nagyon jó kis dal. Szám, nem? Így van, Balázs szám. Akarimás, Wolf, Kati-san, Jani-san, Feri-san. Kutya-san. Na, itt vagyunk, egy érdekes témáról beszéltünk. A hírek előtt feltörték a világ legnagyobb, kifejezetten félrelépésre buzdító alkalmi társkereső oldalát, aki valaha is regisztrált retteket, 124 millió felhasználóban, 37 millió anonim taggal, és hát hűtlenségre buzdít az oldal. Most nem akarunk moralizálni, és magáról a hűtlenségről beszélni, nyilván nem jó, soha azt az ember átéli, nem buzdítunk senkit se arra, hogy ezt tegye meg, és nem is azért humorizálunk, mert hogy ezt a dolgot nem ítéljük el, egyszerűen csak arról beszélgetünk, hogy egyrészt milyen oka van, vagy miért törik föl az ilyen oldalakat a hackerek. Kettő, nyilván sokak életében megtörtént már az, hogy rajta kapták a párjukat, hogy fönt volt valami hasonló oldalon, vagy a barátod, feleségét láttad meg ilyen oldalon, ismerősödet vetted észre ilyen oldalon, mesztelen fotót láttál a férjedről, ahogy ül a kedvenc karosszéketekben éppen az altestét fotózva, és tölti fel egy oldalra. Tehát olyan SMS-eket, e-maileket várunk, vagy Facebook hozzászólásokat, amik arról árulkodnak, amikor te tényleg rájöttél arra, vagy megtaláltál valakit hasonló oldalon, nem a klasszikus lebukásos, telefonba belenézős, színház, így egy a belső zsebben történeteket várunk, hanem amikor ilyen hasonló
oldalon, az online világban találtad te meg a férjedet, feleségedet, és jöttél rá, hogy chatszobákban, társkereső oldalakban mulatja az időt. Hát gyerekek, elképesztő. Elképesztő SMS-ek vannak. Amikor arcról ugye nem tudtad beazonosítani a férjedet, de kiszúrtad háta mögött a vitrínben a porcelán pásztorlánykát, amit még anyádéktól kaptam. Igen, illetve megismerted az anyaegyet ott alul. Tudtad, hogy ilyen csak a te férjed. Csak neki. Igen. Igen. Azt írja nekünk, hogy egy hallgató, hogy hackereket a pénz motiválja, a fekete piacon rengeteg pénzt fizetnek az adatokért, ezt programozóként üzenem. Tehát, hogy ez lehet az oka annak, hogy például feltörnek egy ilyen oldalt, majd nyilván magát az oldalt is megzsarolják, hogy fizessen nem tudom 10 millió dollárt, és akkor nem teszik közé ezeket az adatokat, nem tudjuk. Na, Zsuzsi itt van velünk, egy hallgatónk. Hello Zsuzsi, jó reggelt! Jó reggelt! Hello! Na, te Németországból hívsz most éppen minket? Igen. Én nem hallgatlak benneteket minden reggel. Jaj, de jó, mit csinálsz ott? Én most tanulok, már félhez mentem, és még mindig tanulom a német nyelvet. És német férjed van? Igen, ő teljesen német. Hát akkor tudsz minden nap nyelvet gyakorolni. Igen. És már sok mindent tudtok egymásról? Igen. Jól beszélsz már németül egyébként? Tehát kezd benni? Ja! Mondjuk úgy, hogy ha el akarok valakit küldeni oda abba a bizonyos helyre, akkor azt már igen meg tudom tenni. Hát nyilván ez volt az első, amit megtanult. Ez jó lépés. Na, mi történt vele, Zsuzsi, vagy te hogy vetted észre, hogy gondolom az exedről van akkor szó, hogy, igen, hogy, igen, hogy igen. Ő fönt van valamilyen oldalon? Igen, hát ez úgy volt, hogy én még nála laktam, de csak ilyen mondjuk úgy távkapcsolat volt. És ugye én eljöttem hozzá, ő magyar volt, és hát ő szeretett azon kívül együtt lenni másokkal is, addig, amíg mi nem voltunk ugye együtt, hogy fellátogatott erre az Easy Flirt DR-re, és én ugye otthon voltam nála, ő elment dolgozni, és akkor ő mindig mondta, hogy hát itt hagyom a komputert, és akkor nézhet valami filmet, és akkor ugye én akartam neki venni valamit az eBay-n, és ahogy bejutottam ezt az E-betűt, abban a pillanatban kiadta az egész listát, és ez volt az első, hogy Easy Flirt DE. Aha. Tehát az előzmények kategóriából ezek előugrottak. Igen. És hát belenéztem, ugye remegő kézzel, hogy mi ez, és már olvastam róla, hogy hát forró csoki esténként. Aranyzuhany, forró csoki, aranyeső, igen, tudjuk ezek mit jelentenek. Forró csoki, igen. Barna csempe rózsaszín fugával, ezt most már én is tudom, hogy mit jelent, még volt, amikor nem tudtam. Igen, volt ez az olajmasszázs, és megértő vagyok, és mondjuk eddig a forró csoki a legjobb. Tehát ezt kivezetnél neki, hogy azt milyen formában kell. Ki adja kinek mi, de ezt most nem tudjuk megbeszélni, de tetszik a dolog. Tehát ez jól hangzik, hogy gyere föl hozzám egy jó forró csoki. Igen. Kamcsatka és obládi-obládá. Én is egy vapra. És azért így látni az exedet, nyilván szörnyű, mióta voltatok együtt? 5 évig voltunk. 5 évet, te jó Isten, és kiderült, hogy mit csinált ezekkel a lányokkal? Tehát, hogy nyilván volt kapcsolata is velük, nem? Tehát, hogy szexelt. Kiderült az is, hogy hát mi az 5 év alatt, ugye ő 2 évet plusz csalt egy másik lánya. Atya Isten, szegénykém. Úgyhogy igen, ez nagyon... És hogy mondod, rákérdeztél, vagy odavitted a géphez, és úgy szembesítetted vele, hogy már le se tudja tagadni? Hát én igazából oda raktam elé, hát ugye megvártam, még hazajön, és... az asztalra felraktam neki az ebédlő asztalra a gépet, és amikor belépett a ajtón, akkor egyből látta, hogy hát az ő profilképe látszódik a gépen. Nem is nagyon tudta kimagyarázni, gondolom, nem? Vagy nem próbáltam? Nem. Azt mondta, hogy ő már ezzel nincsen rajta, csak nem tudja kitörölni ezt az oldalt. Na most, ugye akkor még annyira nem... hát utána még mondjuk úgy, hogy volt pár próbálkozásunk, és az utolsó próbálkozás, vagy hát az utolsó löket, ami miatt szétmentünk, az azért volt, mert összejött ugye egy másik lánya, és ő neki egy nagyon szép videót ragoszt fel a másik videó megosztó portálon. És na jó, de akkor most már igazival vagy, tehát most már az a mostani nem csinálja. Igen, most már 2 éve az igazival vagyok.
De jó. Úgyhogy ő mindent újra megtanított nekem, mi az a szerelem igazából. Na hát reméljük akkor ez sokáig. Sokáig tart. Köszi, hogy elmondtad a sztoridat. Én köszönöm. Köszi. Ja, és szép napot, igen. Adják vissza Palit, mondd meg neki. Mondd meg a Hertának. Igen, adják vissza Palit. Igen, 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 igen. Köszönjük, ciao, ciao. Szép napot nektek, hello. Azért hello. A párodat meglátod, hogy forró csokit vállalunk. Hogy azért így hát nem akarom meglátni a férjemet, vagy meg, mert ugye a feleségem, hogy a férjedet meglátod forró csoki. Ízlés olajos tolga. Masszás, thai masszás, forró csoki, aranyeső. Én a páromat egy meleg oldalon találtam meg, ahol kiretusált fotókkal hirdette magát 100 euróért. Gyerekek, hát azért nem akármilyen SMS-ek jönnek egyébként. Tényleg milyen elképesztő, amikor a párodat ismerősödet megtalálod egy-egy ilyen oldalon. Nekem úgy derül ki, hogy megcsal a volt barátnőm, hogy nem hitte el, hogy annó hackerkedtem, kérte, mutassa meg, hogy képes vagyok rá. Ott a szeme láttára nézte meg a regisztrációját, fotóit, beszélgetéseit. Mondtam, hogy kölcsön adom a bőröndömet, amíg elpakolt tőlem. Ezt Áki küldte nekünk. Egy haverom átküldött egy linket, ahol a legjobb barátunk asszonykája kemény masszázs ígéretével hirdette magát álnéven. Szólsz a havernak? Hogyne? Hát a barátodról van szó azonnal, persze. Hogyne? Persze, hogy kiderült a dolog, a barátságnak kampó lett, nem értem miért. Ez egy érdekes dolog. Na, látod, hogy itt csak az összes közös szólt. Ismerősünket dobtam át a linket. Ha még tudnák, milyen ügyes volt az asszonyka. Gabesz küldte nekünk. Az egyik barátnőm megtalálta a férjét egy társkereső oldalon, ült a gép előtt a székben, és lefényképezte a péniszét. A férje aztán a barátnőm felismerte a szőnyeget a nappaliban. Jézus. Mikor hazért, kérdőre vonta és bevallotta, hogy ő persze nem csinált semmit, csak kíváncsi volt, hogy mit lehet csinálni egy ilyen oldalon. Atya Isten. Én egyszer úgy álltam, hogy beléptem a párom e-mailjébe, nyitva hagyta, és a legnagyobb meglepetésemre a kedves hölgy mesztelen fotójával szembesültem. Első gondolatom az volt, hogy na azért én jobb vagyok. ez mondjuk jó. Azért a párodat megtalál mesztelenül, hogy fotózza a kis marsalbotot, nem? Ül egy terpeszt a kedvenc kalózőnyegben, és ott van a hátul a kedvenc szőnyegetek, de gondolj bele térnek, hogy egy világ omlik össze. És egy érettségiző fotót már nem is tudott volna magáról fölrakni, a kedőben öltönybe, stb. Neki egy olyat kellett, amin látszik minden. Igen, igen. Itt van velünk Laci, halló Laci, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Mi történt veled? Hát kérlek szépen, én véletlenül vettem észre a páromnak a laptopján, hogy beregisztrált egy társkereső oldalra, megkérdeztem, na ez mi? Mondta, hogy csak visszaigazolás kép, mert most ment vissza dolgozni, és hogy milyenek a visszacsatolások, etc. etc. Én naív emberként ezt el is hittem. Aztán pár hónappal később találtam egy levelet, hogy így drága, úgy drága, megkérdezi, hogy milyen, mondja, hogy ez csak egy látói dolog, idézek tovább a levélből, és akkor bevallotta, hogy igen, ezen a társkereső oldalon megismerkedett valakivel, aki a szeretője lett, és azóta válunk. És azóta váltok is. Aha. Ez elképesztő. De nem sajnálod? De a legrosszabb az, nem, egyáltalán nem. De a legjobban az zavar, hogy ő magát mindig úgy állította be, hogy a becsület lovagja, meg hogy ő milyen őszinte, és végig megvezetett. Hát ez a legdurvább, amikor igen, az ember az ismerősét találja meg, vagy sőt, mint a párját találja meg, hát ez igen, ez szörnyű, de villámcsapásként éri az emberhez, csak látod a profilját, hogy hirdeti magát, mit mond magáról, hát ez nagyon kemény, nem is nagyon lehet ezen túllépni, vagy hát nyilván nehezem, persze. Figyelj, én úgy gondolom, őszintébb lett volna, hogy azt mondja, hogy akkor kész, ennyi, váljunk el. Persze, hát nem titokba csinálja, igen. Azóta van valaki? Ő részéről nem tudom, én nem várom, hogy befejeződjön a válás, és akkor én most egyelőre ezzel foglalkozok. Túl lennél rajta, igen. Hát kitartás, köszi, hogy elmondtad. További szép napot. Ciao, hello. Köszi. Hello. Beti írja, hogy egy ismerősöm újdönsült feleségét fedeztem fel egy bannerre van, ami pornós oldalt reklámozott. Először nem hittem a szememnek, de aztán csak megkerestem az oldalon a teljes videóját. Nagyon durva dolgokat láttam, amúgy templomban járó keresztény lány. Aha. Ezt zárja ki a kettő egymást. Igen. Így van, valahol meg kell gyónni. Így. Sógorom Mad Max néven írogatott cifrákat. Jó. Szájpeckes oldalon elfelejtett kilépni, és a gyerekei találtak rá.
Az nagyon kellene. Azért az is kemény, igen. Én anyunak segítettem társkereső regisztrálni, amikor véletlenül megláttam a párom adatlapját. Egy új alprofilt csinálva még egy randit is lebeszéltem így a párommal. Miközben beszélgettünk, hívtam telefonon, de nem vette fel természetesen. Később azt mondta, hogy zuhanyzott, azért nem tudta. És közben vele csetelt. De kemény. És közben vele csetelt. Szóval azért hát vannak ilyen szép történetek. Na jól van. Basszus. Nem tudok regisztrálni, mert be akartam nyilván, hogy felhasználom lév Angela, és csak Angela 638 le. Írd be, hogy Csoki Ice 4022. Most, forró Csoki, forró Csoki. Most. Szerintem megvagy. Nem, női néven regisztrálok. Miért? Pasikkal akarsz csetelni? Nem, csak nem. Egyre furább vágyaid vannak. Pasi néven már benn van. Krisztoferzó segítézed a konvolyon, női néven regisztrálsz ilyen oldalakra. Itt lassan forró Csoki lesz. És jelenleg a nő keres nőt oldalak. Meg ne lássanak aztán egy oldalon, kicsi ügyes kezek forró csoki masszást ígérnek. 1,60 vagyok, de nagyon bírgont. Ugye? Nehogy aztán felfedezzelek, mert még elmegyek. Igen, várom a postafiókot címemre, Lőrinci zúzógép jelig. Abból tudom, hogy te vagy. Rádírok SMS-ben, te vagy az, Jani. Lőrinci zúzógép. Na játsszuk, hármasugrás, már itt is van a játékosunk. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Ez a megcsalás, ez egy kemény ügy, gyerekek. Hát erről majd egy komolyabb témát is csináltunk egyszer. Haló, jó reggel! Maximális jó reggel! Hát, már minimális a te is kívánj. Igen, még ha a vezérem, nagyuram, szőröm azt odavonod, akkor meg is vagyunk. Mi újság, nagyuram? Hát, semmi érdekes igazából. Mi a nagy harci helyzet, szőröm? Zaridő van Siófokon, és nincsen semmi munka. Nincs, az nincs. Főszezonban nincs meló? Mi lehet télen? Az eső az megöli itt a dolgokat, az a baj. Majd 11-től, amikor legtöbbet kéne így vezetnem, éttermek meg húsboltok között, majd akkor lesz valószínűleg, és nem fog egyről a kettőre jutni, ezt már tudom. Dehogy nem, ne legyél ennyire pessimista. Jó ez a nap, ebből még bármi kisülhet. Tényleg. Milyenek a kérdések, Jani? Azt mondja, hogy hát szerintem vihető. Jó, mehetünk? Ja. Ricsi. Szóljon. Ricsikem, így szól az első kérdés. Mi a görög ABC harmadik betűje? Gamma. Úgy van. Látod? 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 Már egy pasztalt össze is jött. Így van, mehetünk tovább? Lássuk, nézzük mi lesz. Melyik folyó mellett terül el Makó? Talán. Úgy van. Ja. Nem. Beteg. A Tisza. Nem. Nincs ez a Maros lett volna. Ez a Maros lett volna. Honnan indultál, hogy Szegeden keresztül folyik, akkor hát ha Makón is? Hát ha. Ricsikém, lehet, hogy mégse lesz az olyan jónak. Nem, úgy tűnik. Éreztette már ezt az elején is, igen. Igen, már volt valami, amikor reggel 5-kor fölkeltem, hogy ez nem az a nap, amire föl kellett volna. Publikus, hogy mi volt? Vagy elmondható, inkább úgy kérdezem. Nem baj, nem? Hát így semmi érdekes igazából, akkor csak így elhúztam a függönyt, szakad az eső, tökéletes. Hát ez valóban nem egy erős sztori. Nem áll a sátor. Az mindig el. Az van így baj. Ricsikém, legközelebb játszunk, és jobb lesz ez. Nyersz valamit tőlünk, jó? Megpróbálom. Köszi a játékot, kitartás! Köszi szépen! Ciao. Hello! Ez volt a hármasugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre! 2 perc ma 9 óra, jövünk Ákos hírei után. És most folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 9 óra múlt 9 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk újra. Hát, jó kis tartsacskát, gyerekek, elindítunk. Így van, szóval itt vagyunk, és hát ömlenek a kávégépek.
Így van. Hozzánk nagyon szépen köszönjük, többet ne küldjetek. Ja, most is kaptunk egyet. Megvagyunk. Nagyon szép, megvagyunk. Nagyon jó, nagyon elégedettek vagyunk vele. Nekünk egy kicsit sok. Éreztük a nyomást, így van, nagyon jó, nagyon, nagyon drága. Nem, drágák vagytok, köszönjük szépen. Tegnap félig viccesen, félig komolyan beszéltünk arról, hogy szörnyű kávéval mérgezzük magunkat, mit eltünk róla, hogy nem veszünk magunknak egyet, és mint egy felhívás jelleggel vették ezt egyébként hallgatóink, ma a hatodik cég hatodik kávégépét küldi el nekünk. Drágák vagytok, köszönjük szépen, nagyon helyes minden kávégép, tulajdonos, forgalmazó, területi képviselős, de megteltünk. Megteltünk, aranyosak vagytok, válogattunk, a legolcsóbbat megvesszük. Jó, a legolcsóbbat megvesszük, összedobjuk, hogy ne ígyunk olyan szörnyű löcsöt, mint amit ittunk eddig, úgyhogy tényleg köszönjük, drágák vagytok. Ami most érkezett, az annyira elégedetlenek csak a jutalékkal, amit kapnak után. Most is hoztak egyet, igen, csak mondom, hogy Viki, Anna elment kávézni. Gyakorlatilag sehol senki. Én voltam ott az oktatáson, tehát nyilván fogalmuk nincs, hogy lehet ebből majd kinyomni valamiféle jó kis kávét, de gyerekek, ez például a cappuccino kávé. Be tudod állítani, amit én hiányoltam mindig, bár megmutatták, hogy a régi gépünkön is lehet, a vízmennyiséget, hogy egy jó presszó, az maximum 25-30 ml, nem nyomott tele fél deci vízzel, meg 60 ml-rel, meg nem tudom, nem úgy csinálsz presszó kávét. Itt betekered, hogy 25 milli. És beállítod magadnak, hogy 25 milliből csinálod a presszó kávét, vagy 30 milliből, de nem? Tessék? A srácok... 25 milli. Aha. Lefőzted magadnak egyet? Hát nem, Ákos főzött le nekem, hozzá sem merek ilyen. A srácoknak mondanám, hogy gyertek visszajavítani, mert az Anna főzött rajta kávét. Ja, és a Viki is ott van most. Igen. Ilyen narancssárgán világít, csak jó, mondom. Megvilágítja. Aha, az poharat. Egyébként egy egyszerű közlekedési lámpával is előfordul. Hát, csak az nem főz kávé. Meg nem kerül ennyi. De mióta mondom, hogy vegyünk egy normálisat, ugye? Csak aha, ha nem lenne fogtechnika, akkor nem kéne ezt a szart innunk már évekig, de vagy évek óta. Elintézted. Nem, hát ezt meg kell venni. Nem, ezt csak azért hozták, hogy kipróbáljátok, ne szokjátok meg. Ha ezt a pénzt osztjuk, az még úgy is jó. Igen, nagyon-nagyon-nagyon tényleg nagyon jó kis kávégép. Láttátok volna egyébként, hogy mi volt most közöttek. Kezdődött a megszólalás, és így Anna nyomában a Vikivel, utána az Ákos, és megérkezett a Juli. Komolyan mondom, mintha higanyt ittak volna, mindenki rohan egy irányba. Hát persze, mert egy jó kávé, hát ez fontos, meghatározó. Jani mondata, léci csak a tejfőzőt, vagy a tejmelegítőt, azt vagy nem, nem a fogjátok tejforra, használni, azt most csomagoljátok vissza, rakjátok el, jó? Tudod, hogy ez wifi-s. Három nap után bele fog rohadni a tej, már látom, hogy ott van jövőben, és ilyen hurka pálcával fogom itt takarítgatni. Milyen jó, hogy itt vagy, ezért nem fog egy hétig benne rohadni a tej, csak három napig. Három nap után oda nyúlsz majd, és megcsinálod. Csak Bali minden reggel friss. Kávét mondom, hogy nekem a régi gép is jó volt, ne felejtsétek el. Hát nem vagy egy ilyen azért. A de jó, majdnem dió. Ez a jelszava. Neked kávé nevén egy kapuciner szelet is jó egyébként, de te attól is fölébredsz. Én szeretek jó minőségi, jó dolgot. Tehát egy jó kávé azért olyan, mint egy jó tea egy nőnek, aki leül és iszik egy jó teát. Tehát nem lehet ilyen löttyöket inni, amiket tésztok. Hát meg kell, magaddal szembe kell egy kicsit így. Ez nem sznobéria, nem, ez így áll egy jó finom kávét reggel. Elindítja a napodat, élvezeti forrását, ne vágd át magad egy ilyen vizezett, zaccos valami. Nem? Hát figyelj, így áll jó kávét. Ha szereted, akkor áldozz rá. Hát magadról szól, rólad, nem? Ezért küldjetek ingyen. Nem, megnézzük, mennyibe kerül. Kiválasztjuk a legolcsóbbat. Igen? Hogy? A bélbolyhagyd magához tényleg. Holnaptól rendben lesznek a bolyhaid. Hát, gyerekek, ha valaki szeret, mint amely Laci, technika őrült, és ő szeret olyan tévén, olyan hangrendszerrel nézni, akkor azt nem szabad magadtól sajnálni. Ha szeretsz egy szép abroszt karácsonykor, akkor egy szép abroszt kell venni, vagy egy játékkonzol. Tehát amiben te a minőségi dolgokat szereted, és megteheted, arra nem szabad sajnálni. Az nem pénzszórás, az nem sznobéria, az nem külsőségek, egy finom reggeli kávénak meg kell adni a módját. Az egy, aki kávézik, tudja, hogy az egy szeánsz. Hát átnézek a poháron, amit lefőzünk magunknak, és látlak téged. Hát de várjál, lehet ez ide ebbe az épületbe bejönni minden nap olyan, mintha egy szeánsz lenne, mert a múltba utazom. Igen, az egy ezért legyen a kávéd is olyan, mi? Igen, az egy nagy időutazás önmagában már, igen. A Laci TV az azért jó példa, mert Laci annyira előre mutató, hogy ő olyan tévét vett, amire csak 2089-ben lesz majd adás. Tehát ott még nincs olyan. A biztonság kedvéért. Igen. Albániában meg soha. Autóhifit szeret, és akkor megveszi azt, mert már az az ő arról szól, azt szereti. Na mindegy. Mennyi van ezekből a 100 forintosokból? Tényleg itt kérdez egy hallgató, nem tudjuk belőle megvenni? Egy csövet meg tudunk venni. Mondjál egy olyan gyerekeket, légy. Jaj, gyerekek, nagyon dobok még egy százast. Olébb van még. Hát valakább kávét tudunk venni. Ebben megint kevés van nekem, ezt nem mondjátok, hogy ez így csörök, hogyha tele van. Hát annyit dobtunk már.
Jani viszi el mindig, nekem ez marha gyanús. Én berolnizom és bedobom. Berolnizod, ez mész a postára váltani, ismerlek, titokban ott állsz idő, képzés, sárga csekk feladása mellett. Na, nézzük az SMS-eket, mit írnak a hallgatói, mi a helyzet az utakon. Azt mondja, hogy az M7-esen a 133-as 132-es kilométer között mindkét irányban mérnek Balaton Szemednél, ezt Ádám küldte nekünk. Aztán az M1-esen a 116-osnál egy kamion alszik az oldalán az árokban a határ felé, nem képez akadályt, majd a mentéskor. Ez Frost küldte, trafi van a Bajcsy-Zsilinszky úton, befelé a Podmanicki után, 21-es úton Bátony terenyén van egy trafink szintén, és M7-es autópálya 132-es kilométerénél most állítják a trafit mind a két irányból. Ezt Péter küldte nekünk. Köszönjük szépen. Mi az utolsó témánk? Hát azt mindig te határozod meg, viszont valami egy dolgot... Olyan jót akartam mondani. Nagyon, ami gondolkozol rajta, mi Janival... A részecske szűrő. Igen. Hogy mi esetleg van-e az is? Ha valami utánygyártott részecske szűrőt, mert most tudtam meg, hogy... A részecske szűrő a rover, he! Utánygyártott is jó, csak induljon mázaróval. Tőlem lehet Dél-Korea is, csak küldjetek valamit. Mondta végül, hogy csak lesz. Na, ami gondolkozol rajta, amikor a múlt hetek egyikén forgatták csütörtökön, akkor ugye mi akciót indítottunk a Morning Show-ban az év madarát illetően. Igen. És hát ugye a Fostos Bugybóka megbukott, a tavalyi madárváltás van, és képzeld el, hogy az a madár lett az év madara Magyarországon. Amit senki nem tud beazonosítani. Ami nincs, ami nem létezik, amit senki nem hallott és senki nem látta, viszont nekünk köszönhető így a dolog van. A Morning Show-nak. Ebből is látszik, hogy az ország nagy része azért nincsen otthon az ornitológiában, ezért egy olyan madarat választottak, amit gyakorlatilag senki nem tud beazonosítani, hiszen szinte senki nem látja. Ha pedig látod, akkor meg látsz egy, hát nyilván most egy picit szentségtörés lesz az, amit mondani fog, de hogy egy hihetetlenül jelentéktelen, jellegtelen kis madaracskát, ami bármi lehet. Kis túzok. De mi szavaztattuk őket el. Igen, persze. Igen, tehát mi mondtuk azt, hogy a legjelentéktelenebb madarat válasszák ki. És össze is jött. És így lett a Haris az év madara 2016-ban. Tehát ezt előre adják egyébként ezt a díjat? Tehát addig, ha az összes kipusztul, akkor mi van? 2016-ban lett az év madara. Most már vigyáznak. Vagy az lesz? Nem, most már vigyáznak. Egy legalább marad valahol. Ja, hogy mindig előre adják, és akkor arra vigyáznak. Így van. De nem kell félni tőle, hogy kipusztul, mert senki nem találkozik vele. Igen, tehát nem tudják, hogy mikor pusztul ki, igen. Meglepődtek a döntésen a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület munkatársai. Mert hogy akkor ők nem hallottak minket, bár szerintem az Orbán Zoli ugye megszólalt nálunk, persze. Csak ők ugye a pintyre szavaztak, vagy nem is tudom mire, azt mondták, hogy hát a pinty azért az mégiscsak egy ismerős madár az átlag magyar népnek, aki ezzel annyira nem foglalkozik. Minden háztartásban egy pinty. Így van, tehát hogy biztos a pinty lesz ők. Ezt mondták, és erre kifut be a Haris. A Haris, ez egy szép madár, onda madár? Hát, leginkább semmi. Teljesen jellegtelen? Így van. Tucat. Kicsit. De mi mondtuk, hogy a hallgatóink szavazzanak a Harisra, vagy őket kértük, hogy a legjellegtelenebb madára szavazzanak, nem? És így lett a Haris. Tehát erről egy kicsit mi tehetünk. Nagyon jó, nagyon szép. Helyes. Jó ronda madár. Hát... Tud repülni? Nem is tud repülni. Ez szalad. Ez az a szaladó madár, ami így fut, nem? Hát szerintem ő azért néha repül is. Igen? Aha, csak amikor te láttad, akkor mit tudom én, nem volt kedve, vagy mit tudom én, szánkőgyulladása volt. Mert a rover rajta állt a lábán. Egy beteg Haris volt igazából. Meg látta, hogy, a roverrel jössz, és az nem kell repülni, szaladva is lehagy. A visszapillantomban láttam, hogy bugdácsol mögöttem, persze. Nem, előtted szaladt, és hátranézett a röhögbe. És azt mondta, úgyse tudsz elütni. Részecske gyorsítottam. Hallod ezt a hangot? Hallod? Mondjál, részecske. Gyerekek, szűrő. Ez van, ezért mondjuk mi mindig, hogy a Morning Show egy nagy család. Hogyha mozdulunk, akkor itt 1 millió ember mozdul. Ha itt valamit kérünk tőletek, akkor itt 1,5 millió ember hallja meg, és hozza össze, szavaz rá, gyűjt. Tehát ezért mondjuk, hogy egy nagy család vagyunk, nem? Tulajdonképpen. És aki velünk kezd ki, az a családunkkal kezd ki. Így van. Ugye? Jogos. Ez jól hangzik. Aki a családunkkal kezd ki, az igen, velünk kezd ki. Az velünk kezd ki. Uh-huh. Jó. Jó, ez tetszik. Nem hallottad még? Mit? Nem hallottad még? De ez egy Arnold Schwarzenegger filmben volt. Iszonyatosan unulom már, csak most mégiscsak műsor csinálom. Majd mindjárt adok egy kis kompoly zenét neked, aztán majd meglátod. Na, egy bulvárlap összeszedte, hogy mi az aktuális átverés az álomnyaralások helyett. Mivel lepnek meg bennünket az utazási irodák? Hát ez egy nagy közhely téma így nyáron, de mégis érdekes, hogy még mindig tudnak olyanokat mondani, amire az ember egyáltalán nem számít, mert hogy 4-5 csillagos szállodák hirdetnek ugye all inclusive ellátással olyan helyeket, amire azért befizetsz, gyűjtesz egy éven keresztül, vagy fél éven keresztül, és nem, hogy all inclusive ellátást és 4 csillagot nem kapsz, de helyette tényleg brutális állapotok fogadnak benneteket, és a hallgatókat, és összeszedték, hogy az olvasók
miket írnak, mik a legdurvább szabályszegések, amit utazási iroda elkövet. És nem egészen tudom egyébként, hogy hogy van, mert utólag te ezeket be tudod perelni, és vissza kell, hogy adják a pénzt. Tehát mire számítanak, hogy kimész, és te nem veszed észre, hogy tűzfalra nézel, és klímamentes szobát kapsz, ami csatornaszagú. De megdöbbentő dolgokat csinálnak, még mindig szállok. Igen, csak ez az utólagos kezelés, az már tudod, semmit nem ér, mert kimentél az egyhetes, a tényleg összegyűjtött egyhetes nyaralásodra, és gyakorlatilag az elejétől a végéig rosszul érezted. Meg azt rosszul, azt rosszul gondolom, én nem vagyok nagy külföldre járó, meg főleg nem ilyen komoly a szállodákban, de hogy minden más ország... De én szeretem, hogy ennyire jól ismered magad. Minden országban mást és mást jelent, mondjuk a 4 csillag meg az 5 csillag. Tehát, hogy nem ugyanaz az Olaszországban az 5 csillag, mint Egyiptomban? Van különbség, de azért mondjuk egy 5 csillagos hotel már azért bárhol a világon olyannak kell lenni, amiben nem nagyon tudsz belekötni. Tehát lehet, hogy egyébként az 5 csillagos párizsi hotel és az 5 csillagos hurgadai hotel között van egy lépésnyi különbség, de már az 5 csillagos hurgadai is nagyon jó. Érted? Tehát 5 csillagnál nagyon nehéz belekötni bármibe, de most úgy tűnik, hogy egyébként itt ugye a cikk szerint a 4-5 csillagosokkal is baj van. Mert az valószínűleg 2 csillagos volt, itt igen, pont most igen. Olvastam egy ilyen hírt, hogy nem volt terasz. Tehát, hogy így igen, mi összeszedtek, egyébként megdöbbentő dolgokat szedtek össze, de utána te el kell, hogy menjél, egyébként volt pont egy barátom, el kell, hogy menjél békéltető testülethez. A szálloda is felhívja. A békéltető testület mondja, hideg volt a víz, de nem volt, de hideg volt, de nem volt. És na, meg kell langyos, egyezünk egy langyosra. És visszakaphatod az utazásod valahány százalékát, hogy rossz volt a kaja, hideg volt a víz, mint a penészes volt a szoba, de a békéltető testület előtt kell neked is felfegyverkezned különböző bizonyítékokkal, dokumentumokkal, mindennel, hogy te tud igazolni, hogy valójában nem azt kaptad, amit az utazási iroda ígért, és a békéltető testület előtt lezajlik az utazási iroda kontra utas féle hideg volt a víz, de nem volt hideg. De rohadjál meg, hideg volt, nem ezt ígérted. Mobiltelefonos fotó bizonyító erejű? Hát gondolom, hogy kell bizonyítani, nem? Fotóval, mondjuk a kaja rossz volt. Hogyha engedsz egy kádvizet, beleraksz egy hőmérőt és lefotózod? Igen. Nem engedsz egy kádvizet, kimész a medencéhez, leméred és lefotózod. Azt hogy bizonyítod? Hát de nem a penészes falat, a nem létező légkondit, azokat meg tudod, le tudod fotózni. Ja, az üres falat lefotózod, és hol a légkondit? Nincs légkondit. Például mondom, hogy mit tudom én, all inclusive szoba, tengerenéző kilátással. Oda mész, tűzfalra nézel, rohad a szobát, penészes a fal, akkor ezeket szépen te lefotózod, és utána bizonyos százalékot nem szabad elfelejteni, hogy ezeket te vissza tudod kérni. Csak itt jön a békéltető testület, aki megpróbál hát kettőtök között igazságot hideg tenni. Hideg volt, hogy jaj, kinek, jaj, hideg. De értse már, hogy 2 centis volt a pöcsöm. Rohadt hideg volt a víz, az asszony bele se menne. Hát alapjárat hagyjuk már. Jó, akkor most mutassa el. Most is adja, na látja. Szóval, hogy békéltető testülethez kell fordulni a vita rendezéséhez. Már önmagában ez is nonsens, megint ugye, miről szól a dolog, hogy persze nincs objektív mérce, vagy sokszor nincs a jó a kaja, rossz a kaja, de hát vannak objektív dolgok, penészes, tűzfal, azért azokat nem nehéz bizonyítani. Például 4 csillagos... Hát, ha már a tűzfal is penészes, na oda már tényleg nem megyek. Hát ha nem penészes, rajzolok rá, távolról, szobából lefotózom. 4 csillagos szálloda all inclusive ellátás helyett például. Klímamentes szobát kapott koszos bútorral. Azért az gyerekek, 4 csillag all inclusive nem fér bele. A strandot építési törmelék borította, ezt egyébként a Blick szedte össze. Ebédre, vacsorára ugyanazt a fasírtot ehette, azért az nagyon meleg, hogy megkapod ebédre. És látták, hogy ízlik. Már a reggelinél feltűnt, hogy kipokára olyan. Szeretik azt a fasírtot, milyen jó. Délbe is. Igen, víz pedig nem mindig jutott a reggelinél. Azért az nagyon meleg, mikor, mert elfogy az őszilé, azt mondod, rendben van, na, jó, kifogyott a porból készült őszilé, de ha elfogy a víz, egy kancsó víz sincs már, az nagyon kemény. A hotel internetes oldala egészen más mutatott. A megérkezés utáni 2 órával kapták meg a szobákat. A recepció szerint nem voltunk regisztrálva a rendszerükben. Egyébként ez egy 175 000 forintos nyaralás, ami azért nem kevés az pénz. Már attól függ, hova mentek belőle. Tehát ha ez külföld, akkor nem is annyira sok. Sok pénz maga a 175 000, de külföldön ennyiből 175-ből mondom neked, Egyiptomot tudsz repülőjeggyel, hát, 5 csillagos. Nem túl jót. 5 csillagos repülőjeggyel 175-ért az... Esküszöm. De az olyan is. Az azért 4+3, 4+5. Hát azért már azért jó, drágában. De egy 4 csillagos hotelnek is azért már illene légkondisnak lenni, meg nem penészesnek. De hogyne, hát hogyne. Meg nem dupla fasírtos. Nem is az ár is fontos, de hogy mit ígér a szálloda. Tehát azt írja, hogy 4 csillagos all inclusive, a víz ne fogjon már reggel. Hát fogjon el a sonkatekercs, meg az álkaviár, vagy nem tudom, fogjon el a szalámi, meg a sonka, de a víz ne fogjon el. 3 szobát ajánlottak fel nekik, írja Blik.
és a klíma rettentő bűzt árasztott, mégis ebbe költöztették be őket. Az egyik szobában bokáig állt a víz, a másikban mindenhol bűz volt, szobacserét kértek, erre mutattak egy olyat, amelyikben a WC nem volt bekötve a vízvezeték hálózatba. Azért ez elég kemény aranás. De ez ugyanaz a szálloda volt, ahol nem volt víz a reggelinél, mert akkor megvan a víz. Ide szökött a víz. Így van, ott van. Ha bokáig ért a víz, akkor volt víz. Igen, elszökött a víz. Szóval, hogy hát szörnyű dolgokat találni. Egyébként ez egy földközi tengeri álomnyaralás. Szóval... Hát ez álom. Földközi tengeri álomnyaralás, 4 csillag all inclusive, 175-ből gyanús kell, hogy legyen. Hát itt vannak a fotók. Most mutatom a medencét, azért az all inclusive-nál nem ezt akarod látni. Tehát nem, hogy leesett az üveg, nem, hogy leesett az üvegmozaik, konkrétan nincs benne víz. Tehát nincs a medencében víz. Most mutatom, hogy körbe alul a szigetelést elfelejtették, látod? Ott van egy rés körbe, tehát ott valószínűleg elfolyt a víz. A lépcső mellett, amivel le tudsz menni, egy ilyen falnak támasztott lépcső, ott a csempe sincs meg. És tényleg nincsen benne túlságosan sok víz. De hát ez olyan, mint a finn szauna meg az infra közötti különbség, nem? Az infrában nincsen például pára meg gőz. Ebben meg nincsen víz. És megint keresték az utazási irodát, épp nem nyilatkozott, és azt mondták, hogy a jogi képviselő se elérhető, tehát nem találkoznak a békítőt járvány. Békéltető testületnél. Hát ezeket a fotókat oda viszed, akkor nyert ügyed van. Nektek volt ilyen, hogy nagyon lukra futottatok? Nyaralásnál értelemszerűen nyilván. hagyjuk most a durább sztorikat. Hát most nekünk volt egy kis lengyelországi kiruccanásunk, és ott sikerült egy, mondjuk nálunk nem volt elsődleges szempont a sok csillag, ha értitek, mire célzok. De sikerült egy olyat kifognunk, ami szerintem ilyen mínusz csillagos volt, tehát hogy gyakorlatilag minősíthetetlen volt. Mondjuk ha már neked is az volt, tehát ha nincs meleg víz, az kifejezetten élvezed, és a levegőbe csapsz, hogy jaj, de jó. Na most, amikor egyszerre nyomod a WC-nek az öblítő karját, és öntöd egy vödörből, hogy... Aha, távozt velem sátán. És ő közben rátkacsint, hogy nem megyek, kisgazdám, nem megyek. Azért az mókás. De még a sajátodét, vagy még az előzőjét? Hát, Józsi, legalább ne hagyd már itt, mert én a sajátomat leöntöm, de gyere már vissza. Itt ők tanulja, így van a fajánzba. De hogy amikor konkrétan így kell leöblítened, illetve azt látod, hogy az olvasó lámpa egy beletömködött nejlon zacskóval van szigetelve, mert különben hozzáérnél adott esetben a kábelekhez, bele van tömködve egy nejlon zacskó, hogy nehogy véletlenül a vezetékeket érintsd, akkor azért, amikor nem tudsz kiülni a széknek, amikor nem tudsz kiülni a kanapénak a szélére, már nálam begurulsz középre, mert ott ki van már feküdve, akkor azért elgondolkodod rajta, hogy hát lehet, hogy jobb lett volna, hogyha egy picit közelebb, egy picit talán drágábban, néhány euróval, stb. Igen, amit lehet ilyenkor, hogy elolvasod a szállodáról a jellemzést. Tehát a Bookingon, a TripAdvisoron, ugye ott nagyon jó jellemzéseket írnak, ott azért egyértelműen kiderül, ha nagyon mellé nyúlsz. Tehát ezeket ma már egy utazónak szerintem meg kell tudni csinálni, hogy megnézed akár egyébként úgy is, hogyha te egy charter utazásra fizetsz be, akkor ott ugye együtt van repülőjegy, szállás. Oké, nem akarod leválasztani. Befizett utazási iroda nem mindig szerencsés, de az ember nem intézi magának. Nem szeret becsekolni, kicsekolni, meg hogy az idegenvezető, de akkor is megadják a hotelnek a nevét. Így van, a hotel nevét például a Bookingon ugye megkeresed, elolvasod a jellemzést, és abból azért valami kiderül, ha azért ott nagyon sok negatívval és nagyon le van pontozva, akkor tudod, hogy ez nagy lehúzás. Hát, de nem mindig a csillagoktól függ azért nem a dolog. Én voltam olyan 5 csillagos török szállodában, ahol a pint kértél egy hát ezt meséltem, amikor hazajöttem 2 éve. Egy pint sört? egy jóféle serítalt, vezérem. Nem, kértem vizet. Ilyen palackos vizet. Tudod, egy all inclusive szálloda ki van rakva. Jön a pincér, leszedi az egyiket, kérnék egy palacvizet. Persze, arrébb megy 5 méterre, letekeri a 2 kupakot, az egyik felét megfogja át, és így háttal nekem így látom a kezét, tudod, hogy ahogy önti össze, mondom, tesó, jó, hogy bele nem iszol, tudod. Vagy kijöttek a konyhából, belevett a kajába a közben. Hát megkóstolt, hogy jó-e még. Kint este 10 óraig volt a vacsora, 3-4-10-kor rádoltották a lámpát. Egy és sötétbe paraszt. Már mennénk haza. Volt ilyen grillezés. 5 csillagos volt. 5 csillagos szálloda, de brutális. 5 csillagos szálloda, süt a pali, belehullik a hajat, koszos a körme, nagyon durva. És azt látod, hogy itt lyukas a foga, itt nyálas a keze, fogja, és így a csirkegírozba egy kicsit úgy beleeszik. És látod, hogy ilyen nyálas, dzsuvás a körme, és így a kézzel egy kicsit kever a csirkegíroszon, kicsit ott beleeszik. Mert ha neki jó, akkor neked is jó. Igen, és utána fogja a merőkanalat, és ráveg egy szeletet a tányéra, majd jön a pincér haverja, aki éhes, beáll legelőre a sorba, szed egy kicsit a haverjának a tálba, és bemegy, és hát meló van. És rász a tányérodat, és azt mondod, hogy tesó, hát megismersz, hát én vagyok a vendég, hadd vacsorázok már.
jött a tesó, kicsit a pincér ott belevet, kijönnek, ott belettek a kajába. Tehát a szenzációs dolgok történtek, nem nagyon tudod elkerülni. És öt csillagosnak hirdették a szállodát. Tehát, hogy azért erre rá lehet futni. Nektek semmi olyan durva? Nem beleszaladtatok? Valahogy mindig megúsztuk ezeket. Körbejárod egyébként? Én például sosem megyek utazási irodával. Én mindig saját magam foglalok mindent. Repülőjegyet is, szállodát is, és akkor neten most már tényleg tök jó helyen meg lehet nézni. Van egy csomó olyan oldal, ahol értékelnek, és akkor csak olyat választasz. Hát nyilván ilyenkor is lehet meglepetés, hanem azt a szobát kapod, amit te kinéztél, de olyankor elő a észét, a kinyomtatott kis passzusokat, á, pedig én ezt néztem ki a neten. És akkor mondják, hogy az és akkor vonulsz a recepcióra. Persze, ütöd az asztalt. Igen, egy ideig ütöd, aztán ha teheted, aztán akkor... ő téged ütöd. Téged ütöd, igen, akkor megpróbálod lefizetni, akkor az sem megy. A tengerre néző szoba, az szenzációs, az például egy nagy átverés. Az mi? Ja, az volt a Lengyelországban? Így van, ez volt a Lengyelországban a lámpa. A lámpa másik oldalról egy picit, igen, kiforog a falból, nejlonnal betömködve a másik oldala. Amikor bementünk egyébként a recepción, a következő látvány fogadott minket, recepciós néni sehol, viszont egy kutyus bent ült a fotelben. Igen, és ő nézett vissza ránk, a fürdőszoba ajtó, őt valaki már korábban berúgta, és megpróbálták glettel eltüntetni egy kicsit az ajtón a nyomokat, és nem sikerült annyira. Picit ilyen kaláka jelleggel oldottak meg valószínűleg mindent. Olyan villanykapcsolókat láthattál, amilyen villanykapcsolókat mondjuk fizettél ezért a szállás? A 70-es Isten. Évek elején láthattál esetleg. Mennyi volt egy éjszaka per fő? Nem emlékszel? Ezer? Nem, ezer forint alatt? Nem, mert sietve távoztok. Hát ez kemény. Ez kemény, igen. Nagyon sok SMS, mindjárt folytatjuk akkor az SMS-ekkel. A legdurvább történetekre számítunk akkor. Jó, kit, hogy vertek át? Tengerre néző szoba, hogy nem láttad a tenger, csak ha kiestél az erkélyen, úgy kellett nyújtaszkodnod. Vagy átmentél egy másik országba. Vagy átmentél egy másik szobába, másik országba, a másik hotelbe. Rossz volt a kaja, hideg volt a víz, nem volt víz a medencében. Kit, hogyan vertek már át? Jó, jövünk az SMS-ekkel, egy pici szünet után. 5-10 múlt, pontosan 3 perccel már itt is vagyunk. Egy pici szünet után nézzük az SMS-eket. Mit írnak hallgatóink, ki honnan jött haza, és mit tapasztalt? Hát özöllenek az SMS-ek. Voltunk nyaralni Olaszországban, egy mobilhomban. A falakon a lyukak sebb tapasztal voltak lerakasztva. Ha becsuktuk a fürdő ajtaját, leesett a fürdőben egy polc. Meg ilyen kis apróságok. Ezt Zsolt küldte nekünk. Tengerre néző szobát foglaltunk, tényleg tengerre nézett, annyira kihajoltunk oldalra az erkéről, hogy majdnem kiestünk, akkor a tengerből lehetett látni valamit. Amúgy egy szemétdombra nézett a szoba. Ezt Sanyi küldte nekünk. Igen, ezzel sokan szemétkednek, hogy a tengerre néző szoba feláras, ugye nem mindig tudod választani, hogy nincs a lehetőséged, vagy valaki úgy dönt, hogy nem éri meg a tenger, akkor nem választott a tengerre néző szobát. Ez Törökországban, Egyiptomban, akkor nézzél szemétdombot, építkezést. És azért, amikor tudod, hogy ott van a hátad mögött a tenger, de azt kell nézed egy hétig, nem annyira szerencsés. Tudnék mesélni, fekete penészes függöny, cica a tálalópultnál, jegyzőkönyv, fotók, levél, és itthon még nem is lett, meg is lettem fenyegetve, hogy beperelnek hitelrontásért. A lámpabúra penészes. Arra azt mondták, hogy nem penész, hanem dekoráció. Jó. A dumának jó, de egyébként bosszantó. Ne, uram, nem penész. Hát, így dekoráltuk a szobát. Négy csillagosan kérdetett szállodában, szoboszlóban voltunk a múlt héten, a négy csillag le volt kaparva. Klíma este 6-tól 8-ig ment, csak az mennyire pitiáner. Az mennyire pitiáner, amikor időszakhoz kötik a klímát. Állj, nappal nem vagy a strandon. Ne klímázd a lakást, nem kell. Nem vagy a strandon. Este aludni klímában nem jó? Lehűtött 6-tól 8-ig a lakást, és akkor tudod, mit mondok? Akkor inkább ne legyen. Tehát igen. Ez a van klíma, de majd akkor, amikor mi megmondjuk, hogy te mikor klímázhatsz, ez a legalja. Hát, írják bele a katalógus, vagy időszakos klíma. Igen. 6-tól 8-ig. Szobában a szőnyeg piszkos volt, all inclusive, csak 8-tól 20-ig ihattál ingyen. A legkeményebb, hogy a takarítónő volt a masszőr. Hát nem minden ezért. Azért az nagyon kemény. Reggel még a szobádat takarítja, délután már ezért csoki masszást csinál neked. Aromaterápiás masszással az kemény. Roli küldte nekünk. Egy ismerős, ja ez már még a banneres részhez jött. Azt mondja, hogy az apróbetűs részt mindig el kell olvasni, mert ott vannak ám a nagy meglepetések, írta nekünk egy hallgató. Azt mondja, hogy Erzsébet programban benne volt ez a tihanyi szállod, amire nem mondom, hogy melyik. Konyha feletti részen pihentünk, hetek óta takarítatlan volt, csatorna és zsírszagú szoba, 3 napig újra hasznosított kaja volt terítéken. Mi Tokióban 3 csillagos szállodát fizettünk, mire odaértünk, asztalos műhely lett.
Hát átalakították. Ahol a meleg víz is fizetős volt, ez Zsolt küldte nekünk. Egyiptomban voltunk 2 hétre, életünk legjobb nyaralása, következő évben nem tudtunk Egyiptomba menni, Tunézia lett helyette, 2 hét szenvedés. A szoba koszos, büdös, a reggelinél a felvágotton légypete. A kilátás a szobából nagyon gáz, az ételek rosszak, soha többet nem megyünk oda. Köszönjük szépen. Ne bánkodjatok, ha átvernek a hotellen, nyaljatok hidegen. Üdv Norbi. Jó. Norbi reklám, igen, köszönjük szépen. Azt mondja, hogy New York, Central Park 5 csillagos szálloda, 16. emeleten azt is lehetett hallani, ha valaki köp egyet az utcán, szigetelés 0, befújt a szél az ablakréseken, amit WC-papírral kellett betölnünk. Ha bekapcsolt a fűtés, akkor nem lehetett hallani, hogy mit csinál a gyerek a kis ágyban, ami az ágyunktól 1 méterre volt, rozsdás kád, borzasztó lelakott állapotok, éjszakánként 190 000 forintért. Múlt hét Korfu, teniszpályás szállodát választottunk, pingpongasztal volt helyette. Viszed az ütőt, labdát, felszerelkezel, nagyobb, pingpongasztal volt helyette. Asztali tenisz. Igen, azt mondták, rossz a fordítás. Nem tenisz, hanem asztali tenisz. Igen. Azt mondja, hogy Török Riviera, 5 csillag, ultra all inclusive, ugye az egy abszolút felső kategórián, ultra all inclusive-at írnak. A koktélokat magunknak kellett elkészíteni. Legalább nincs az, hogy kevés benne az alkohol. Mert te csináltad. Hát ahol magadnak készített, ott az üvegből se jön sok az alkohol. Igaz, rumot kérsz, abban, az rumot nem nagyon látott, mert úgy fel van vizezve. Azt mondja, hogy Bulgária, jó, ez 1988, szállás úgy hirdette magát, apartman önálló konyhába, a valóság egy székre rakott villanyplafon. De oda egy picit ezért is jó, néz. De ez retro, ez klasszik retro. Ez jó. Bulgáriában. Igen, volt a Bulgáriában a napos parton, nagyon szépen kezd rendbe jönni, nagyon jó hely, olcsó, megfizethetőbb, mint mondjuk már Törökország vagy Egyiptom, és nagyon klasszul fejlődik, nagyon jó szállodák vannak. Mi 3 hete jöttünk haza Bulgáriából, olyan szobánk volt egy 4 csillagos szállodában, ahol a WC fürdőszoba ajtót nem lehetett becsukni. Ha valaki megnyitotta a vizet a környező szobákban, a vízeték nálunk olyan hangot adott, mint egy állat szorult volna. A szoba ablaka pedig egy tűzépre és egy éppen zajló építkezésre nézett. Azt gondoltuk, többet tudunk majd pihenni, ezt Ancsa küldte nekünk. Szlovénia hotel a temető mellett, körülbelül 2 méterre telek szomszéd, a szobánk természetesen a temetőre nézett. A helyiek azt úgy nevet adták neki, hogy temető hotel. Ilyenkor azért érdemes visszamenni és pénzt visszakérni, nem? Hát igen. Ugye? Nyilván csomóan nem tudják, hogy hova kell menni, nem vállalja a macerát, hogy amit te is mondtál, békértető testület elé menni ott mind, nem? Hát de most nézd, azért befizetsz mondjuk egy nyaralás. A temető miatt. 4 család, mint 3-400 000 forint, egy 20-30%-ot visszakaphatsz, hát azért az, azért az 100-120-150 000 forint, amit ilyenkor visszaadnak. És 2 éven keresztül síró embereket nézel, ahogy koposokat visznek. Hát, szóval valamit nem akarsz nézni. Azért érted. Az, igen. Egy debreceni szállodában a reggeliző asztalon tábla volt kitéve a kedves vendégeknek ezzel a felirattal. Annyit vegyél, amennyit meg is tudsz enni, ne annyit, amennyit a szemed kíván. Ez arra is. Én egyébként ezt bírom. Ez a közvetlen vírus. Én ezt bírom. Amikor látod, hát most is voltunk egy szállodába Bükkfürdőn, hát azért csodát látsz. Tehát az, hogy a svéd asztalnál miért érzik azt a magyar emberek, hogyha 1 perccel később érkeznek a galuskához, akkor vagy éhe halnak, vagy meg kell ölni, aki beállt eléd, ezt azért továbbra se értem, nem? De miért van az, hogy még 30 darab sütemény van a tálon, de papa küldi mamát, hogy vegyél el egy 10-20-at. Igen, húzat, mert papa. Honnan tudod, hogy hoznak még papa ki? Papa úgy lavírozik a süteményes tálal, hogy látod, hogy nem, hogy megenni nem tudja, és a legjobb, amikor a szobába felcsempészt, és hát a mesterfoka. Amikor látod, hogy mama a 8. banán pakolja a táskába, mert egyébként ebéd és reggel, vagy reggel és ebéd között azért eltelik egy 3 óra, hát nehogy éjjeljön. Nincs gyerek, tehát látod, hogy ketten vannak, 8. megkent téli szalám és májkrémes szendvicset csomagolja a szalvétába, mert szerintem, ahol gyerek van, ott, aha, ott azért ott ott fölviszi. Yeah. És utána még küldi a papát, hogy még 3 üres zsemlét azért tegyen már zsebébe. Na, apus olyan ideges, ha nem esik 11-kor, olyan ideges apusnak. Szerintem azért ez egy érdekes. Átélt, érted? Egy ostromot, 2 világháborút, 56-ot. Most ne egyen, mikor itt vagyunk a hotelban. Én sose értem a svéd asztalnál, ez a verekedési, emberölési hullám, ez tényleg mitől félnek az ember, lemaradsz, elfogy. Tehát, meg hát nem egy ifjúsági szállóba vagy, tehát hogy azért érdekel, biztos, ha esetleg kevesebb van már, akkor biztos hoznak majd helyette, vagy ilyesmi. Megvan a rekord. Figyelj, ez nagyon jó. 4 csillagos szállod a külföldön. Emberhiány miatt kaptunk egy fritőzt az asztal közepére, és magunknak kellett megsütni a húst. Hölgyeim és uraim! Emberhiány van. 8-an vannak, 1 fritura.
Aki először süt, jobban jár, nem használt az olajt. Tessék sütni. A tököm se tudja már észben tartani, hogy most jól átsütve, félig véresen, akár, csinálja meg mindenki magának. Ez szerintem azért ez. Ez a csináld magad azért ez... Ez hát nem az biztos, az mert mint ez fondű is lehet. Ja, van csak nézték, van a sajtos fondű, meg van az, amikor saját magadnak sütögetheted. Ezt meg mondták a békéltető is. Én most a másik oldalon vagyok. Enikém, a sajtos fondű volt, azt nem azért kellett magadnak. Csoki szökőkút, hát nem magadnak kell, csak te rakod oda a piskót. Tehát persze, kapsz egy fritút az asztal közepére, süd meg a csirke krokettet. Az, mert fölkizett pálcikára. Van a sajtofondű, mondom, amikor sajtba, olvasztott sajtba, de van a fondűnek olyan stílusa is, amikor meleg, forró olaj van előtted, és te magad pálcikára szorod a részeket, megsütöd, kiveszed, nyam-nyam, kész. Hát. Akkor itt lehet, hogy a vendég volt kicsit a kulináris élvezetekben kevésbé otthon. Én ezt mondanám a hotel nevében. Gyerekek, ez fondű, magunknak kell. Mondjuk, ha te ott vagy, megvan a buli, engem meggyőzöl. Bali, ne idegeskedj. Fondű, magunknak csináljuk. Terikém, ha kész vagy a rántott húsokkal, akkor a gyereknek süssé már ki még egy kis krumplit. Dobjál már meg két bundás kenyeret, nem ebbe kell, de hamar megvan az is. Nagyon jó. És még egy nagyon klassz. Nálunk iszonyú csatornaszag volt, mikor másik szobáját reklamáltunk, azt mondtuk, csúkják be az ablakot. Lazasság, nyaralnak, hát csúkják be az ablakot. Persze, hova idegeskedj? Zseni. Na jó. Hát igen, szomorú tapasztalatok mindig vannak. Köszönjük az SMS-eket, megyünk tovább, a nap legjobb pillanatait mutatjuk már is, hogy mivel foglalkoztunk ma reggel. Kicsit komolyabbak voltunk, háborogtunk azon a mávos történeten, amikor is ugye hát egy édesanyja fölrakta a gyereket a vonatra, aztán rakta volna a babakocsit, az ajtó finoman bezáródott, és a gyerek ott maradt egyedül 6 évesen egy vonaton. Egy autós látta ezt a történetet, ült autóban, rohant el a következő állomásra, szedte le a gyereket a vonatról. Hál' Isten, tettük hozzá, visszavitte az anyjának, mert ennek az ellenkezője is megtörténhetett volna. Az ügyben egyébként a MÁV nyilatkozata az arcpirító, és nagyon bosszantó, erről beszéltünk. És telefonált Erzsi, egy ex-forgalmista, aki elmondta, hogy hát azért itt dolgozott a MÁV-nak, és egészen biztos, hogy ők voltak a hunyók. És beszélgettünk meghekkel társkereső oldalakról is, ki hogyan vette már észre párját különböző online oldalakon, amikor is hát éppen hűtlenségen kapta. Ezekről beszélgettünk, és ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 9 perc múlva pontosan 10 óra. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Csabi, jó reggelt, hello. Jó reggelt, szevasztok. Ciao. Na mi újság? Képzeljétek el, hogy hát mi azért nagyon sokat gondolkodunk otthon a kicsin családommal, hogy szerény lehetőségeink mellett azért hogyan tudunk a rászorulókon segíteni, és most itt telefonon beszélgettünk a Laurával, és még könnyünk is kicsordult, hogy végre találtunk valakit, akin segíthetünk, és helyet szorítunk a lakásban. Egy feleslegessé vált kávégépnek. Nagy örömmel és tisztelettel. Gyerekek, amiből eddig ittuk, azt vihetitek. Tegnap jött a szaki, megoldotta, hogy mit csináltuk rosszul, de most már jött még néhány, úgyhogy nagyon drágák, akik küldtek nekünk, köszönjük szépen. Kóstoltad, vagy még nem, de megszabadítalak titeket a veszekedéstől is. Hallgatók nem hallották, hogy melyik kávégép jobb, melyik kávé finomabb, hogy kell jó kávét készíteni, mindenki barista lett itt hirtelen a brigádban. Figyelj, most az új kávégéppel, ami legutóbb érkezett, azzal kapcsolatban tényleg csak annyit, hogy mielőtt hozzányúlsz, vág le, légy szíves a körmeidet, nehogy megharcold, de nem fogjuk tudni kifizetni, jó? Igen. Na mindegy, szóval persze, hát mindenkinek egyéni ízlés, ezért kell olyan találnunk, ami mindenkinek ízlik, vagy mindenki beállíthatja saját magát. Ha szerencsénk van, akkor mit tudom én, egy ilyen 30-40 darab kávégépet felajánlanak, és akkor így ilyen heti lebontásban ki tudjuk próbálni. Körbe kóstoljuk, gyerekek. Mm-hmm. Hát mi mondtuk, hogy ami olyan, azt meg is vesszük, ami jó, és abban az árkategóriában van, hát én belehajszolok benneteket egy vételbe, az biztos. Aha. Nem kell. Én inkább otthonról hozom. Ismeritek, tudjátok a szlogenemet? A de jó, majdnem dió. Hát ettől is annyira ki vagyok, hogy diót eszem, de saját magamat vágom át de jóval. Hát ez a hazugság, ne továbbja, komolyan mondom. Na, hívjuk gyorsan a naphallgatóját. Ha mondja, hogy Morning Show, akkor kapja az ajándékcsomagot. Ha nem, akkor is, ugye, ahogy szoktam mondani, jó a nap hallgatója, viszont ajándékcsomag nélkül, addig gyorsan egy friss közlekedés. M1-esen magára hagyott trafi 137-es kilométernél. Jó.
Ne vette föl. Na. Nem. Gyere, kávézik biztos. És ráadásul nekünk sietnünk kellene, hogy öntudatára ébredjen a kávégépünk is. Mert annyira intelligens, és visszamenjen a viszonteladóhoz. A Skynethez képest sehol nincsen. Csabikám, remek zenék? Hozom nektek a Walk the Moon nevű zenekart. Ha nem ismeritek őket, akkor ajánlom nektek nagyon. Egy ilyen nagyon-nagyon lendületes amerikai indie rock csapatról van szó. A második lemezük nemrég jelent meg, Talking is Hard címmel, és emlegetik ők a New Wave stílust, ami 80-as évek ugye nagy találmányát, hogy azért ez nagy hatással volt rájuk, legalábbis ezen a lemezen hallható dalokban ez megjelenik. Ettől függetlenül a Shut Up and Dance című klasszláger, az szerintem semmi New Wave elemet nem tartalmaz, viszont baromi jó, úgyhogy ajánlom. Na ezt mond vissza, Jani. Na, New Wave. Na, mi a zenekar neve? Mi a zenekar neve? Moon Walker. Moonwalker! És még azt is elárulom nektek, hogy a Police-nak volt egy dala, a Walk the Moon, és ebből szedték ők a nevüket onnan. Na, ez jó. Egy jó név, névötletük sincs. Na, ez jó. Voltál sportolni, Csabi? Voltál sportolni? Képzeld el, vagy képzeljétek el, hogy egy hete nem jutottam el sportolni. Nem á! És pont ma reggel azt mondtam... De nem is látszik rajta, annyira feszes vagy. Azt mondtam, nekem most már nem is kell. Nem, most már nagyon hiányzik. Érzi a testem. Igen. Nem tetszik ez a Vodan János. Tehát, hogy ez a Chris Christopherson feneke, a Csabi feszes, ez egy masszív kapuzárás, ahol már ilyen minden mindegy alapul, így elindultál egy ilyen, már mindegy, csak jöjjön valami. Ez ahogy vagy éjszakás, mindenre nyitott vagyok. Én érzem, hogy ez így elkezdett. Így, megy így van. Hát, elkezdett a dolog. Igen. Mindegy nekem, hogy milyen ez a kis kapu, csak nyitva legyen. Na gyorsan még egy-két közlekedés így a végére, mert nagyon sokat kaptunk, és van egy-két baleset, jó? Úgyhogy fontos, ezt küldtétek nekünk többen, és nagyon veszélyes. Az M3-ason Gödöllő előtt egy sávra szűkítik a forgalmat, és most készítik... Igen. Most viszik Danikáné lányát. Most készítik a sárga festést, aszódig áll a sor. Valaki mondja meg, hogy miért nem este csinálják. Minden esetre hatalmas dugó van, és lépésbe lehet csak haladni. Ez az M3-oson van Pest felé, a 30-as kilométernél, ha előtte még le tudtok menni, akkor tegyétek meg, hogy elmenekültök. Sokan írták nekünk. Aztán van egy trafink az M7-esen, a 133-as, 132-es kilométer között sokan beleszaladtak, Balaton Szemednél ott is mérnek, és nem is nagyon lehet őket észrevenni. Vigyázzatok, valamint az M1-esen, a 116-osnál egy kamion alszik az oldalán, az árokban a határ felé, mentés lesz nem sokára, úgyhogy ott is vigyázzon mindenki. Jó? Csabi, jön a kívánság műsorra, 555-55-00, ez a telefonszám, ami pedig holnap 6-kor jövünk. Szevasztok! Hello! Ciao.